Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. 6 óra múlt 11 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Szevasztó. Hát jó reggel. Hello. Egy nappal megint közel van. Drága hallgatók. Így van, kedv van, meleg van, lassan már a... Hát az azt mondom, hogy a nap is, de egyre világosabb van minden reggel, az óra átállításig egyre jobban lehet közlekedni, már nem kell félni, hogy valami rossz dolog történik, mert nem látunk rendesen reggel. Komolyan mondom, tök világos van. Tehát, bizony, hogy így, komoly. Olyan szinten jön a tavasz, gyerekek, hogy egy-két hónap, és itt a jó idő. Ráadásul ma meg holnap eső se lesz, melegszik is a levegő. Puh, én egyébként éreztem is este, nem tudom, ti hogy vagytok vele, hát mi ugye Ferenccel már ennyien szólva is a B oldalon vagyunk, úgyhogy frontérzékenyé váltunk, hát én úgy keltem fel, mint hogy agyonvertek volna. Igen. Aztán, amikor bejöttem és ránéztem Karolinára, láttam, hogy ő is. Nem csak a 40-eseket érint így ez a szitu. Jó, le van pukkanva? Szegény, igen, kérdeztem is tőle, hogy mi a probléma, mondtam, hogy nem beteg, hogy nem, semmi. Az semmi jó, extra, nem. Az jó. Ja, csak a betegekre, hiszen nem tudnak ellenállni. Már nem úgy ugrom mentálisan, hogy ne fertőzzön, de nem. Egyszerűen csak lepukkan. Nem. Hát, jó, hát olyan van. Fáradt, szegény. Szóval, te így gyönyörű vagy, azt akarja mondani a János. Fáradt vagy? Jó reggelt. Hát majd intravénáson töltök valami kávét. Jó, de mi van, nem aludtál, vagy mi történt? Aludtam, de hát ez most semmire nem volt jó. Ja, hát az van úgy, igen. Korábban kell lefeküdni, nem álma. Igen, és apa, érted? Bizony. Egy buli egész este, mi? Persze. Igen. Na mindegy, jó van, de hát meg talán teli hold is van még, és akkor az úgy bezavar, nem? Igen, vagy már nincs? Kiszűrösödik az ember. Az ember. És hát megúsztuk. Nem tudom, feltűnt-e benneteknek, hogy elmaradt a világ vége, áll Istennek, elzúgott mellettünk a három fotballpályányi méretű. Tegnap lett volna? Hát szerintem tegnap este volt. Életben nem is figyeltem. Elmentek, tegnapról már a viradólag. Igen, úgyhogy... Biztos vannak róla jó fotók. Lehet, hogy súrolt minket, de nem ezen az égtájon. Másik oldalon, és igen. Ez meg nem érződik. Más szélességi fokon. Hát azért az 1 millió kilométer, igen, az nem. Miért nem szólsz ilyenkor? Te figyeled ezeket a mozgókat. Mert még nem ment át a csillagász beállítani. Tegnap egy a 25 percet erről beszéltünk. Na igen, de hogy mikor ér ide? Ennél jobban mit kellett volna mondanom? Hát, mint egy fejtük egy csillagász, hogy elmondta, hogy nagyjából hogy mi, hogy pontosan mikor lép Magyarország. Ferko és hallgatók. 18-ra, 25-kor nézzél Dunavarsány felé. Érdek, hogy mindannyian meghalunk. Azért, és akkor máshogy. Nézd a lenyugvó napot Dunavarsány felé, 18-ra, 26-kor. Ezeket én nem figyelem, nyilván szabad szemmel ez nem látható szerintem, legalábbis. Nem, ez most nem volt. Ez műszerrel igen, viszont a műszeremet ugye továbbra sem tudom használni, nincs változás a tegnaphoz képest, úgyhogy teljesen nyugodtan aludtam. Nyugodtan aludtam már ugye az éjszakát, hogy nem éreztem ellenállhatatlan vágyat. Úgy, hogy kiálljak és fürkészem ezt a kis mini bolygót, vagy kis Baszus, bolygót, vagy mi ez. Egyébként most tényleg be kéne állítatni azt a távcsőt, mert már látom a jövőt, hogy egy ilyen 2-3 év múlva majd megjelenik fönt a Vaterán egy kis hirdetés, hogy bontatlan egykor csúcs technikának számító távcső igen. Eladó. Össze van szereve. Tehát állványom van, rendes állványom van. Valaki jön, jó irányba néz, abszolút, tehát a Vénuszt belőttem vele. Valaki jön, azt hiszi, hogy te csillagászkodsz. Nekem is az első. De jó, hogy belőtted, de hogy látod is. Hogyne. És olyanokat, aki te csillagászkodsz, van egy kis időm, most éppen valami galaxis. Léci, ne tapogasd. Ne tapogasd, igen, éjszaka fontos projektünk van. Csak hogy tovább siklunk. Igen. Nagy felfedezések várnak még rá és rám. Léci, ne tapogasd. Úgyhogy persze, nyom a dumát, de ott áll összeszerelve. Na mire, hallom, ez a gólya, ez mégse új, megjött gólya, hallottam itt a madártani szakértőt, hogy ez nem egy jött gólya, ez egy itt maradt gólya. Igen, szegény. Nem ám úgy van, hogy ez csak így idejön, ez itt maradt, mert ez már okos, ez már el sem ment. Okosak ezek. Érezte, hogy nem lesz ideg, nem ment el. Úgyhogy most mindig repülgesen oda-vissza. Tök igaz van. Ráadásul már ugye azonosíthatatlanok az évszakok is, úgyhogy ő most úgy döntött, hogy itt egy kicsit kibekkel. És hát, ahogy hallottátok, például csirkefarháttal is lehetett etni, ami szerintem egy komoly előrelépés a sült békához képest. Igen, csirkefarhát zúza, illetve azért nem talál egereket, mert az egerek ilyenkor az egér alagútban vannak. Igen, a hó alatt, de hó nincs. Így aztán miért? Vagy mit mondod? Egérmetró, vagy egérjárat, vagy mit mondod? Vagy metró alagút? Valamit mondott a. Hát az egérjáratok. Az egérjáratokban vannak bent. A szántóföldek alatt. Jó, hát innen esetre én azért nem félek. Hogy lehet etetni? Oda mész és megetetett kézből? Dobsz neki egyet. Egy csirkefarhát. De hogy ahogy repül a közben, hello! Dobod. Igen, majd mondtad, dobod is beleütközik. Az állat etetése nem tilos, de hogy etetett? Tényleg repülés közben föllősz neki csúzlival egy csirkefarkátat, vagy pedig kidobod, de az állat megijed, ha oda mész. Hát fölviszed a fészekbe.
Fölmászol a póznára? Aha. Uh-huh. Szóval az se jó. Az biztonságosan tűnik így első ránézésre. Igen, mind a magasság, mind az ipari áram, amit ott átvezettek, az a 4000 volt, amik finoman ott megcsap téged. Igen, ez egy érdekes dolog. Mert igen. A madáretetőhöz nem száll a gólya. Szerintem magasodikra. Egyáltalán nem érdekli. A mezőn áldogál így fél lábbal. Nagyon okos madár egyébként. Tehát, mert ha két lábbal állna, akkor mind a kettő fázna neki. Hát de nem is buta. Ez az egyiket fölhúzza. Mert hát azért vagyunk bőszintén egy picit többet fonyít az érintésvédelemhez, mint mi. Mert én még nem sokat hallottam, hogy megrázta volna fönt őt. Emberekről meg annál inkább kábel lopás közben. Tehát, hogy... Na de tudod miért nem rázza meg? Mert nem zárja magát rövidbe, meg nincs leföldelve. Téged se rázd meg, ha egy kábelt fogsz. Tehát ha te na, két villanypóznak között fölugrasz, és csak az egyik kezeddel az egyik nem rázd meg. Megfogod, akkor semmi bajod nem lesz. Meg hát, ha mégis. Abban a pillanatban rázd, ugye, ha rövidre zárod, ugye? Aha. Tehát, hogyha megfogod, és a másikat is megfogod, mert akkor megvan a kör. Vagy pedig leföldeled magad. Akkor szintén. Ha nem se érem a másikat, Ferinek lenne rá sansza, de én nem tudnám. De az nem jó, mert ha közben hozzád érek, és megfogom a másikat, akkor mindannyian ott sülünk meg. És a nyakamba ülsz, úgyis megráz minket? Igen, akkor földelve vagy. Sokkal viccesebb is. És azért vicces, átmegy? Úgy van, hogy az egyik kötökön át fog menni, csak most nem tudom melyik. Várjál, a Jani fogja a kábelt, te a te nyakadban ülsz, és a te lábad nem van a földön, akkor te fogsz megkrepálni. Akkor engem ráz meg? Aha. Uh-huh. A Jani csak vezető lesz. Tehát őt nem? Nem. Rohadt egy dolog ez. Életében egyszer jogsi nélkül vezetni. Na. Milyen jó lenne. Rohadt egy dolog ez. Viszont a két fejjel, meg a négy karral és a négy lábbal viszonylag nehezen azonosítható lenne a holttestünk, ami ugye elszenesedne valószínűleg, és újabb táptalajt adhatna arra, hogy idegenek vannak a földön. Mit csináltak itt ezek, és kik ők? Hát nem mindegy, de hát ilyenkor jönne jól ugye a rókával jó viszonya a rókának. Ha az a vacsora jól sikerült volna, akkor most kikaparná neki az egereket a járatokból. De mivel nincsenek jóban? Nincsenek jóban, mert nem sikerült jól. Mert egymást tűnyen a vacsoránál. Bizony. Így ugye nagy a baj, viszont igen. Na hát így alakult ez is. Na mindegy, mi újság egyébként valami? Kérlek szépen, a hétvégén a családom 3/4 része, mert én ugye Túrkevén voltam disztotölni, elment wellnessbe, elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor a nemiség teste töltött a két gyerek között, nem fogjátok elhinni. Hát ugye Somának így kukilag kell járatni, amit kell járatni, az ugye ilyen korban még, hát nem akarom ennél plasztikusabban megfogalmazni. Jó, megvan. Szülők értik a dolgot, de működik nagyszerűen a dolog. És most odáig fejlesztette, hogy letolt fürdőgatyával rohant a testvére után, és fogta a kukeszt, a Panna pedig, és hogy ezt honnan szedte, fogalmam sincs, üvöltve, de röhögve, sírva röhögött mindenki, szaladt el Soma előtt, tedd el az egyszemű szörnyet, ó, nem akarom látni. 5 évesen. Igen, egyszemű na vagy akitől hallottam. De honnan? Hát én nem így hívom, én királynak, kapitánynak, legnagyobb császárnak, mert ez marsalgottak. Nem egyszemű szörnyek, és üvöltött a gyerek, és roha, hogy ez honnan szedi? Ez szerintem Ovi. De ott kimond ilyet, a másik? A másik gyerek. Egy nagy csoportos. Egy Ovi. Ovi, a Benics olyanokat hoz haza az Oviból, megőrülök tőle. Megőrülök tőle. Egyszemű szörny, az Ovi. Ez, és igen. Mindenki nézett. Hát vagy Pannának már valaki megmutatta az egyszemű szörnyet. Azt nem szeretném, az nem lenne annyira volt jó. Volt egy ilyen kis, gyere bújjunk el az asztal alá, megmutatom az egyszemű szörnyet. Ha te ja, is megmutatod. De akkor az is Ovi. Úgy Ovi, hát nyilván nem a parkba valahol egy... Valamilyen Monster High-os járni. Igen, igen. Apa, nézd, vagy bácsi azt mondta, hogy ha megteszem neki ezt, akkor odaadj ezt az új cipőt itt. Jobban már nem tudsz kijönni, megvan igen. A cipő, jó hagy gyerek. Ugye, hogy szép. Hát, akkor már ne kérdeznek, hogy mit kért a bácsi. Nem, nyilván óvoda, szóval, hogy persze, Ovi, Ben is, annyira mondanám bácsi. Ez doktor bácsi is? Biztos valami doktor bácsi is lehet. Hát valamilyen liberális a fiatalabb doktor bácsi, aki nem régiben jött ki az egyetemről. Tehát, hogy az a fajta nyelvezet. Úgyhogy ezzel dobtuk fel a hétvégét, mint azoknak, akik ugyanott voltak. De akkor tőletek ezt nem családon. Láthatta a gyerek. Tehát az nem volt olyan szituáció, amikor mondjuk egy wellness hotelnek a melegvizes részlegében mondjuk a béka üvöltve rohant el előlet, hogy ne, tedd el az egyszemű szörny. Volt ilyen, de nem ezt mondta, mert nem így hívom, hogy egyszemű szörny, és ő sem. Ne, kérlek, tedd el a kapitányt, a császár. Az egyszerű szörnyű. Ja, gyerekek. Megbotránkoztak az emberek, de hát az a dolguk. Igen. Jó volt a wellness? Jó, ilyen gyerekbarátban voltak, tudod. Melyikben, nem tudod? Alsó párok.
A sopáhukom. Igen? Na, ott azt voltad, nem ismerem, jó? És igen, azt mondja, hogy nagyon-nagyon jó, és tök jó megcsináltak, mert az van, hogy csináltak egy külön részleget azoknak, akik nem gyerekesek. Aha. Tehát te ott wellness-ezel a másik részlegben, ahol meg nyilván nem lehet hallani semmit, mert csak az üvöltés van a srácoktól, ott meg vannak a gyerekek, meg a gyerekesek. Na, az baráti. De ez nagyon ebből a szempontból. Nagyon meg van animátor, most van... De jó, rajzfilme. Nem, ja, de. Megy a foglalkozás, és most farsang van, csinál kálarcot, nagyon jó volt. Állítólag. Ez jó. Voltam. Igen, hát te öltél. Bocsánat, te a karmád. Igen. Én a család élelmiszer ellátását biztosítom. Na jó, egy turkeve idején, mert azért Feri nem egy családbarát program. Azt nem jó, hogy azt is majd, most még nem. Igen. Hallottátok, ez egyik nagy sportszergyártó cég kihozza a Marty McFly cipőt? Igen. Hát gyerekek, az gyerekkorom kedvenc cipője, és megcsinálják, abból biztos, hogy veszek egyet. Nagyon jó pofa. Ugye a Vissza a Jövőbe című filmben volt ez az önbefűződő cipő, ugye? Nagyon jó, Marty McFly, amikor elmegy a jövőbe a második részbe, illetve a méretre állítható kabát, ami hajszárítóval van. Jó, nyilván azért. Azt nem csinálják kevésbé praktikus. Viszont a cipőt megcsinálják, ez úgy néz ki, hogy belelész, és abban a pillanatban és bezár a cipő, egy ilyen tépőzár, automatikus tépőzár van, ami behúzza. Magas sarkú a cipő, és tegnap láttam róla az első fotókat. Magas szárú. Magas sarkú, nem magas szárú. Magas sarkú. Láttam magas sarkúba is, nagyon kis csecse. Igen, nem magas szárú, és befűzi saját magát, gyerekek. Hát régen volt olyan, amit ugye el kell fordítani, egy ilyen tárcsa volt rajta. Igen. És ez automatikusan megcsinálja. Ez most állítólagosan automatikusan megcsinálja, és jövőre dobja piacra. Ez jó pofa. A pipás cég, úgyhogy az... És mivel Marty ilyen néven? Azt nem tudom, hogy milyen néven, igen, de Marty McFly ugye a második részben ezzel rohangált. És ezzel ment vissza aztán. Az magány lesz egyébként, ez nagyon jó. Hát ezek a magas szárók, nem tudom, hogy vagytok vele, de nekem még mindig megmozgatják a fantáziámat, tehát ugye mi egyrészt ezen a vonalon mozgunk elég erőteljesen, tizenévesen. Betűs farmerrel, vagy kívül hordtad? Csak betűs. Hát mikor, hogy tudod. Tehát ha már kinőtt farmer volt, ami nálam mondjuk elég komoly mutatvány volt, akkor nyilván kívül, hogyha meg picit hosszabb volt, és anyám nem engedte levágatni a szárát, akkor belül az egy kicsit kellemetlenebb volt. Nézett ki. Úgyhogy, de engem, megmondom őszintén, még mindig lázba hoznak. Ezek főleg a tépőzáros változatok. Annyira rohadt jól néznek ki, nem? Hát igen, most már azért így hordani nem hordanám betűrve. Vagy hát a fene se tudja. Betűrve nem, bakancsot, de. Igen, de ebből kell egy. Tehát ha ezt tényleg megcsinálták, akkor már csak a légdeszka kell. És, akkor megvagyunk, mert ugye az is volt. Egy jó kis légdeszka. Ugye, tehát mindenek megcsináltak a jövőbeli verzióját. De mennyi idő kellett, míg ezt megcsinálták, nem? A filmben 2000 hova mennek? Az alternatív 2002, mennyire mennek előre? 20, nem? Vagy 2020-ig mennek? Én szerintem, azt hiszem, igen? Nem akarok hülyeséget mondani. Szerintem nem. Nem, csak 2010 valamennyi. De mennyire turvának tűnik egy 1980-as filmben, hogy 2014, és azt hiszem, hogy ezek tényleg megvalósulnak, és itt vagyunk, és nem lettek repülőautók, nem lett légdeszka, nem lett önbefűző cipő, semmi. Tulajdonképpen nem sok valósult meg abból, ami a Visszajövő című filmen van, de hát az... Igen, a fluxus kondenzátorra még egy kicsit várnunk kell. De légdeszka is van a múltkor, nem azt mondja? Valamit akarnak, igen, beszéltünk róla, hogy valamit csinálnak. Nyilván nem tömegközlekedésben, meg a sok idióta egy másodpercet összetörné magát, de hogy maga a technológia, azt hiszem, abban is megvan. Tehát, hogy meg lehetne már csinálni. Egyébként pont erre gondoltam, mert sokszor beszélgetünk már, hogy mi lenne, ha igen, kiúznák a mi számainkat, stb. És azt mondjuk már régen elhatároztam, hogy amennyiben nyernénk annyit, akkor nyilván nem pénzt, hanem kapnál egy DeLorean-t. Igen? Aha, mert hogy egyébként lehet is kapni. Aha. Tehát, hogy a felműzőben... És lehet vele menni? Persze. Ez a GMC, vagy mit csinál? Igen, és ráadásul kapni közülük olyanokat, amikből be is építik a fluxus kondenzátor. Tehát, hogy benne is van, és belülről is egy az egyben ugyanúgy néz ki. Akkor eljátszod nekem a terroristákat, és lelősz a benzinkúton, mint hogy a doki. Ja, igen, majd kergetlek körbe, hogy egy kis Volkswagen terrorista busszal a tetejre egy RPG-be. És én megbeütöm közben 1985-et, és aztán szépen visszamegyek. 2015-ben mennek, azt írja az 2015. Ott, hát akkor az még, konkrétan egy év. Még összejöhet. Egy év, és úgy néztük gyerekként, hogy Jézusom, ez lesz majd a jövő. 2015. És most itt van 2015, és semmi nincs. Iszonyatosan szórakoztató film volt. Hát az nagyon. Nagyon. A cipőt nyilván azért csinálják meg, és jövőre dobják piacra. Az lehet ugye, egyébként, tényleg. Az nagyon jó reklámfogás. Tényleg. A filmben az ott van, a 2015, és tessék, megcsináltuk 2015-re.
Hát gyerekek, ha a legértelmetlenebb dolog lesz az életem, amit megértem magam, is lesz. Abból akkor is, ha bejövök és lesz egy önbefűzős cipőm, az egész biztos. Az 100%. Az történelem, tehát azt egyértelműen meg kell venni. Na jó, van játékkal, hogy állunk? 1-0. Hát, igen. Elhúztunk? Nem, hanem tegnap én bebuktam megint egy játékot. Ja, igen, tudom. Tudatottam az igent. Egy monoki hallgatónk a szemben. Hát remélem, hogy ma nagyobb szerencséje lesz Ferinek. Aha. Vagy hát aki játszik. Hát vagy igen, így is lehet. Körbe megyünk szigorúan, nem akarod jóvá tenni tegnapi baklövésedet? Miért? Hát ne legyen ez a szabályos körbe megyünk. Benne maradt egy picit ez a dolog, tehát hogy ja, akár. Van menne egy tüske? Aha, igen, mert hogy egyébként nagyon jól indult az egész. A Monakról tudtam volna beszélni, igen. A hallgatóval egyértelműen volt kedvem beszélni, hiszen hatalmas lendülettel indultam neki a hétnek. De kicsit neki nem volt kedve beszélgetni veled, illetve hát ő azt meg volt illetődve. Igen, azt a taktikát választotta, hogy így behúzta a kéziféket. És akkor Jani a kis monológiában brillírozott egy igennel. Milyen hülye. Hát ez nem mondom. Én ilyet nem mondhatom. Te Albert Umbri ember vagy. Ja, ezt gondolom, de az. Úgyhogy így lett egy nulla a játék. Nekik. Na jó van. Oké, lehet jelentkezni játékra, ha valakinek van kedve. Jó. Egészen nyugodtan. Ugye? Igen, egészen nyugodtan. Szerintem legyen így. Szerintem, de csak ha van kedved. De csak ha van kedvetek, igen. Jövő októberben, vagy novemberben érkezik. Aha, Márti. Akkor 2000. Írta Márti. Igen. Ja, Márti. Remélem, hogy nem valami elemes történet lesz, mert hát az annyira hát nem passzolna hozzá. De az csak az tud lenni. Valahogy nem. Aksis. Igazából, hát fene tudja. Az csak elemmel tud működni. Hát de valami kell egy forrás, egy energiaforrás. Nem tudsz hozzá. Máshogy. Ja, valami, én nem tudom, hogy most így visszagondolva, emlékszem rá, hogy mivel, hát biztos van, valami rugos megoldás, hogy biztos meg lehetne csinálni. Most így persze okoskodok, meg próbálom meg kitalálni, de az annyira ilyen kiábrándító lenne. Tudj. Valahogy. Tudod, és akkor mit csinálsz tudjuk, majd, hogy hívják majd. Kicseréled igen, a talpába. Túl lassan, hogy hívják, hol húzza be, akkor meg fogod ezt lepatintod az ajtót, és beleraksz kétszer az elemet. Igen. Ez olyan béna. Hát de valamivel működtetni kell szegényt. De valami nem lehet valami behúzós, valami ilyen rugószerű, vagy nézd, valami ilyesmi. Nézd, gyakorlatilag a medvecsapda is úgy működik, hogy belelépsz és összecsapja a lábad. Jó. Ha így erre gondolsz, akkor ez megvalósítható. Szerintem nem. Tehát belelépsz, az érzékel, hogy benne vagy, és abban a pillanatban egy elektronika ráhúzza ezt a zárat tulajdonképpen. Ami olyan, mint a síbakancsokon is van, tudod, hogy így bekattan, amennyire erősen akarod. De azt ugye, hogy a bakancson te húzod meg, ott meg ezt megcsinálják. Valószínűleg ez a tekerős lesz, igen, ami a sapkákon van hátul, hogy tekered. Hát, igen, de ezt a konkurencia szerintem levédette, mert hogy a konkurenciának, amit Feri is említett, volt egy ilyen modellje, aha, ami ilyen tárcsás megoldású volt, amit megtekertél és úgy fúzte be, hát meg az nem lenne az igazi. Tehát, hogy ott nem lenne meg ez a látvány, hogy szépen leülsz az ágy szélére, felhúzod a cipőt, és már ott benne is van. Istenem, óriási. Most olvasom, hogy az a vezető designer csinálja a cipőt, aki az Air Jordant is a modellt megtervezte. Tehát, hogy neki azért így van egy-két van egy-két komoly. Igen, és az jó komoly... sikerült, ugye emlékszem, hogy eladtak egy pár darabot. Igen. Az Air Jordanből. Az a 2015-re mindenképpen szeretnék megalkotni a valóban önbefűzős cipőt, tehát ez azt jelenti, hogy most kezdik gondolom fejleszgetni, meg most fogják kitalálni, hogy akkor hogy vagy, már mit csinálják, és akkor az, 2015-re piacon van. Igen. Hát október 21-ére kéne, mert ugye ő 1985. október 21-ből megy vissza 2015-be. Igen. Na jó van. Oké, lehet jelentkezni játékra. Jó, egészen nyugodtan bárhonnan bárki, aki szeretne velünk beszélni, indítani a reggelt, esetleg még egy ajándékcsomagot is nyerni, megtehetitek. Pontosan 7:30 van, jövünk a hírek után. Jó reggelt kívánok mindenkinek, 10 perc van, 7 óra, hello, itt vagyunk. Gyerekek, küzdök egy akkora csomaggal. Nem tudom kimondani. Szerényebben. Csak ne hittanak, kérlek. Nem tudom, kaptam valami ajándékot, de nem tudom kibontani. Már ollóval rámentem, késsel rámentem, feszítővassal. Mondd nekik, hogy a kicsomagolásra alkalmatlan dobozban küldték el, és legyenek szívesek. Ne sértsenek meg ezzel. Nagyon helyes, valaki küldött valami, de annyira alaposan becsomagolta, hogy nem tudtam még kinyitni. Szalaggal, cikkszalaggal, ragasztószalaggal, ez a fehér, nem tudom mi ez a masni, nem masni, ez az kötözőanyag, vagy mi? Hát ilyen minimál masni. Hagyjuk masninak, de minimál masni. Minden van, és csak olyan vagyok, mint egy gyerek, aki karácsonykor ajándékot kap, hogy ki akarom. Lehet, hogy akkor is küldték. Csak most ért ide. Kicsit a posta megcsúszott velem? Van benne egy másik doboz, de arra annyi nejlom van benne, mint az állat.
Egyszer várom, hogy kapunk egy csomagot, ami fölrobban. Tehát előbb-utóbb biztos vagy. Nem tudom, hogy feltűnt, hogy mindig rád bízunk a kicsomagolást, függetlenül attól, hogy nem te vagy benne a legprofi. Azt a kutyafáj, nálon zacskó, de menő. Ez neked jött? Tényleg? Biztos? Valamit ők félreértettek. Valahogy rosszul hallgatták a műsort. Hát így első ránézésre, az mi az Isten? Az anyja úristen, tudod mi ez? Öcsi saj. Tudod mi ez, haver srác? Ember palánta, tudod mi ez? Ezek nem viccelnek. Hát ez nagyon vagány, ilyeneket is csinál már a Makita. Ezek szerint? Ez egy dokkoló. Ez egy dokkoló, igen, rá tudod rakni a kis készülékedet. Aha. Kérlek szépen, az okos telefont, vagy az okos, tehát iPod, iPhone. Aha, ez egy dokkoló. Ez nagyon jó. Tök menő. És ráadásul milyen kis masszív. Nem mondod, hogy van egy jó kézi. Hát figyelj, egy akkus behajtót is kaptál. Hát ezt mennyit fogod használni, semmit. Figyelj, csak úgy csavarozol most már éjjel-nappal. A morzsaporszívó után ez lesz a következő legjobb barát. De miért küldte kész? Nagyon drágák. Akkor valamit nagyon félreértettek szerintem. Az elsőt azt értem. A dokkoló az abszolút kompatibilis, mert azt mit tudom én, viszed majd magaddal, belerakod a kis telódot, és akkor tudod hallgatni. Én a behajtót azt nem annyira. Ez egy elektromos kézifúró. Ugye? Egy ilyen csavarbehajtó, fúrni is lehet vele. Igen. Egy aksis csavarbehajtó. Nagyon jó minőségű egyébként, és szerintem lecsomagolt ki, mert így sokkal könnyen el tudjuk majd passzolni. Ez egy rádió is az a blokkoló. Még ráadásul. Így van. Há, nagyon jó. Legyen ez a kézi podgyászod. Azt hiszem, hogy január 6-ai adásban volt egy témátok, összetépte a család megtakarított pénzét a kisfiú. Aha. Milyen pusztításra képesek otthon a gyerekek? Nektek van hasonló tapasztalatotok? Ebben a Jani részéről említésre került egy eset a Pana TV-vel, amit egy kislány... amit kislánya a Virág egy Makita fúrószárral ismertetett össze. Így van. Pontosan így. Ahogy hallottuk, te Balázs kevésbé ismered ezt a márket, engedd meg, hogy ezen már szakmai hűség okán is, de változtassunk. Na jó van. Jó, neked volt otthon Makitád, hát kikapja az ajándékot. Nem érdekes. A Black & Decker is gyárt jókat. Srácok, ti jöttök. Eddig volt a márka. Black & Decker, vágj vissza. De ne legyetek már ilyenek. Azt írják, hogy azért kapom én, mert hogy én kevésbé sem, mert nekem fogalmam nem volt, hogy mi ez, mert hiszen még röhögtem a hanganyag, hogy mivel csinálta. És szakmai hívság okán. Kaptam én ezt a cégvezetőt. Jó, értjük, csak van egy hűséges vásárlójuk, érted? Makita Jani, aki eddig ez volt, de most már Black & Jani lesz. Bővítik. Most így bővítik. Na jó, és a régi ügyfelek, azokat legkaki? Gyerekek, hát most ez van. Nekem csak rossz élményén fűződnek ez. Ez a márkára, megmondom neked, hogy színát tönkrement az jó kis panatévé, érted majdnem. Erőadékok vagytok, olyan rendesek pedig, hogy ezt elküldték. Köszönjük szépen. Van egy fúró fejem, ez az elektromos kis pisztoly szerint. Behajtott. Vagy fúró behajtó, vagy mi ez? Na, mindegy, majd. Fúró behajtó. Már egy dokkolom. Figyeld, ez nagyon vagány egyébként, hogy ilyet is csinálnak lesz. Már. Viki, látod, milyen jó lesz? Nincs tök szakember, csak a Balázs otthon mindent megcsinál. Ennyi, megyek. Tessék, ugye, kicsit gyerekek. Meghúzod. Új, de szupi. Van fúrivaló? Megyek, ott és vagyok. És nagyon hallgatod a rádiót az új dokkolóra. Oda mész a lyukhoz, amit a Viki otthon kifúrt, leteszed először a kis dokkolódat, belerakod a kis telódat, benyomod a, hogy hívják ott? A Lady Gaga-t. Fölveszek egy kertészgatját. Behajtod a csavarokat. Egy újatlan pólót. Arrébb sétálsz a következő lyukhoz. Bekapcsolod, megint befog. Megyek, megoldom a problémát, gyerekek. Ez van. Na jó van, drágák vagytok, köszönjük szépen. Megérkezett ez a kis cucc, nagyon helyesek vagytok, majd szétszedjük a dokkolót is. Most olvasom a dokkolót, ez azért néz így ki, hogy te, amikor az övetbe beszúrva a csavarbehajtóval mész dolgozni, igen? Járkálsz a lakásban, azt csak viszed magaddal ott a fogójánál. Ah, igen. És akkor csak leteszed és viszed tovább, igen. Vagy elemet is tudsz belerakni, tápra is rakhatod, persze. Nagyon jó. Persze. Jó menő vállalkozás az, aminek a tagjai, a szakik, vagy hívják a kis almás nokiákkal, hát, mászkálnak a helyes. Csavartól csavari. Nagyon helyes. Nagyon drágák, köszönjük szépen. Megnézzük akkor, hogy kivel játszunk. Jó, 1-0-ra vezetnek a hallgatók. Ugye? 1-0 van oda, úgyhogy valakivel már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél.
Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel. Halló, jó reggel, sziasztok. Szia. Hello. Zoltán vagyok. Zoli, honnan hívsz minket? Zsákáról. Leghamarabb szeretnék köszönni a kislányomnak, meg kisfiamnak, mert itt hallgatják az adást. Szobába. Hello Zoltán, hello Gabriella. Vissza is köszöntek. Ja, tehát, hogy úgy, amikor reggel találkoztatok, akkor nem köszönsz nekik. Leköszöntek, csak ők átültek a másik szobába, hallgatják a rádiót, nem akartam, hogy gerjedjen. Mm. És két gyerek van? Kettő is jön, harmadik hazamámma. Aztán. Na, iskolából, bölcsödéből? Nem, a kórházból. Most született 6 napja. Oh, oh, gratulálok. Köszönöm. Egy 5 éves, egy 8 éves, meg egy picike? Így van, így van. Na, 3 gyerek, az kemény. Hát, igen. De hát mindjárt lesz Perinek is, gondolom. Belehúz. Utol foglak érni, megnyugodhatsz. Jó. És a Jani, meg a Balázs. Itt vagyunk. Ők már letették a stabil így alapokat, van. Figyelj, a jó, jó, ha valakinek nem kell már kísérletezni, érted, egyet legyárt, és az tökéletes. Ők bizony. Így vannak vele, így ennyi. Még keresgélek. Meg ha ismered a lányomat, tudnád, hogy az enyém 3 az 1-ben, úgyhogy. Igen. Zoli, kivel szeretné játszani? Veled, Balázs. Jó. Legyen így. 1-0-ra vezettek, úgyhogy könyörtelen leszek. Jó. Jó? Csak jelzem, már egyszer kikaptál. Tessék? Hop-hop. Már jelzem, egyszer kikaptál tőlem. Ó, már kezdett demoralizálást. Miért játszik ilyen annak? Hogy játszik olyan, aki már játszott ráadásul? Még annak idején, mikor Anett dolgozott nálatok, akkor játszottunk, hogy jó régen. És én mondtam ki, vagy kiúszod az 1 percet? Nem, te mondtad ki. Hát az már régen volt, azóta profi lett. Jó. Azóta fejlődtem. Sokkal-sokkal jobb, mint régen. Hajjaj. Úgyhogy figyelj magad. Azt az akkót, amit kapok. Gyerekek, ha kikapunk 2-0, csak mondom. Izgalmas lesz a héten, bum. De nem fogsz. És csonka hetünk van, csak mondom el, hogy a pénteken nem vagyunk. Bár egyszer már régen kikaptál. És ez már szerintem a játékosunknak a lelkiterol. Igen, valószínű jól játszik. Nem mindegy, Jani. 3-2-1, fire. Kérdezhetek? Szeretnél? Szeretnék. Na. Mióta szereted a teniszt? Régóta szeretem a teniszt. Pete Sampras, Agassi. Szeretem Pete Sampras-t is, és Agassit is. Te kit szeretsz? Én nekem annak idején Kunyikó volt a kedvencem. Ő csaj, ugye? Janinak is. Így van. Szereted a női teniszt is? Kevésbé. Igazából jobban szeretem a férfi teniszt. De van, akit kedvelek. Valamelyik nap játszott Möri. Nézted? Tényleg? Persze. Kivel játszott? Fú, azt most kihagynám. De nyert, vereszted? De a közvetítés milyen volt, láttad? Lemaradtam róla. Hát, nagyon rossz volt a közvetítő. Minden mondott Möri, Muri, Mari. Ne. Ne. Csak azt mondtam, hogy ne. Senki nem szólt. Figyelj, ki közvetítette? Hát, az ki... Nem. Azaz! Bocsánat. Hey! Azaz! Hopszi! Tessék! Még 5 másodperc lett volna hátra. De már érte, hogy sajnálom. Ugye? Igen. Én is. De én azt nem tudom megmondani. Nem mondtam. Pedig mondta ki egy pillanatra, úgyhogy... De ez nem ez játszik. Van. De én játszottam, azt mondtam, hogy menjünk tovább, mert nem történt semmi. Igen, mert mondta, nem. Én is bezavartam egy pillanatra. De ki kérhetsz egy challenge-et? Van nem szükséges, mert nem jött Balázs, mondta ki, hanem te, de mindegy, nincs jelentősége. Jó, én egy net elkezdtem, de nem mondtam nemet. Tudom, nem mondtam, nemet. Én mondtam ki a nemet. Így van. Igen. Ilyen egy korrekt játékos. Így van. Igen. A Szabó Gábor szokta közvetíteni, szerintem egyébként kiváló. Egy reggel valaki közvetített, meg nem mondom milyen tévé, nem akarom kimondani a márkát, de nagyon szar volt, komolyan mondom, hát. Jó, vagy nem úszolom magad annyira. Elkapcsoltam volna, de hát szeretem én is a teniszt már régóta. Zolikám, hallgass meg, mi szól nekem, figyelj, hallgass, fülej, nagyon, figyelj. Az hatalmas egy évben egyszer zajló csaták egy-egyre áll, Zoli. Így van. Úgyhogy jövő ilyenkor. Kezébe. Rendben. Na, várja, vigazdéként üzenhetsz át valamit a másik szobába. Nagyon szeretem a gyerekeimet. Na, te drága vagy. Jó játékos vagy egyébként, ne keseredjet, tényleg jó játékos. Köszönöm szépen, nincs kell elkeseredni semmi. Örülök, hogy jöttem veletek. Köszi, Zoli. Sziasztok, hello. Figyelj, Zoli, kinek drukkolsz teniszben? Mondd már legalább most. Hát, én teljesen mindegy végeredmény, én jó teniszt szerettem. Jó teniszt legyen. Én szerettem, például John Isnerről keveset beszéltek, azt mondjuk szerettem volna elmondani, hogy az angol John Isner, de hát ebben nem húztál a kónocségbe, gondolom. Tudom ki, ő egy amerikai. Két méteres nagy. Igen, kicsit nem is, hogy hívja, Filipusis, más Filipusisra hasonlít. Igen, tudom ő is ki. Ilyen 200 feletti szervákat szervá, és szinte azt majdnem mind.
Igen. Úgyhogy nagyon jó teniszező. Őről a kevesebbet beszélsz. Hát nézd, nincs róla sok eredmény, tehát igazából nem. Hát igen. Igen. Oké, okay, köszi a játékot, ciao. Köszönöm szépen, hello, sziasztok. Hello, Zoli. Szia. Hogy állunk akkor? Egy-egy van jelen pillanatban? Egy-egy. Aha. Pénteken ugye nem vagyunk, tehát akkor még van gyakorlatilag egy lehetőségünk. Nem, hát kettő, mind a kettőt be kell húznunk akkor. Igen, hoznunk kell. És hoznunk akkor, kell. Akkor megvan a hét. 7 óra múlt pontosan egy perccel jönnek a hírek, aztán itt vagyunk. 7 óra múlt 13 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Isten, mit csinálják most ez a furogéppel? Ragd a többi mellé. Garázsban csak van hely. Valahol majd elrakom. Nem akarsz beszélni még egy Ferrari-ról, vagy a DeLorean-ről még egy kicsit tényleg, vagy mit tudom én, mert azt mondod, hogy még sose próbáltál F40-et, és akkor hátha, vagy mit, hogy Enzo, hogy valamit mondjál már még, mert minden, amiről beszélsz, azt én megkapom ajándékba, úgyhogy ez nagyon jó. Nem, az a baj, ez most, nagyon jó, hogy már csak olyanról kell beszélnem, vagy olyanról beszélhetek, ami számomra nem jelent semmit. Mondd azt, hogy úgy szeretnél egy végbél tükrözést. Ja, tényleg átkapsz egy ingyenest. A gyerekek, most mit küldjem vissza, mert ne tartatom? Ne, ne viccelj, most hívjam olyan föl és kérjek nekik is. Hát most küldtek nekem, hát most tudom, hogy utáltok, hát ne utáljátok ezért. Hát, és ezzel nincs baj, hát kicsit beszéltetek róla. Ez nem rólad szól, ezt akkor félreérted? Kicsit beszéltek róla, én meg besöpröm az ajándékot. Tehát neked ehhez igazából tényleg, akármilyen is úrá hangzik, ez a sztori, az neked semmi. De miért küldjenek neked, ha neked már van? Hát te mondtad, hogy már a fúrófejjel a tévét is tönkretette. Mire gondolt ez a gyártó, hogy neked otthon már van ilyen? Mire gondolt, hogy a Bali nem ismeri? Így van, hát meg normálisan bánni se tudunk vele, hiszen tönkretettünk vele egy tévét. Tönkrement a fúrófej és tönkrement a tévét. Aki fúrófejjel esik neki egy tévének. De nem. Gyerekek. Hazamegyek, és elmondom ilyen, jó? Jó, becsavarsz vele valamit? Van most valami, amit meg kéne húzni? Egy kicsit a gyereknek a bringáján az ülést kéne följebb tenni, de az erre az alkalmatlan. Csak annyira be van rozsdásod az ülés, hogy egy fogóval kéne fogni, és följebb ütni az ülést egy kicsit. Tetszettek hallani, sajnos ez alkalmatlan arra. Nem, mert ugye ezzel csavarni kell, de hogy nekem most egy fogó kéne. Egy olyan fogó, egyébként van, ez a kombinált fogó, amire ugye rászorítasz a gyerek egyik oldalig fejre, a másikkal elkezded tekerni, és akkor valahogy följebb rakod a gyerek ülését. Tehát ezen dolgozom. Na, ilyen kellene egy modernet. Nem, nekem. Nekem tényleg tökéletesen megfelel a B&D meg a stíl, úgy. Ja, most miért bántod őket? Nem is értem. Na, jó van. Akkor majd kölcsönadom egy hetes használatra, jó? Egy hét körbe megy, és akkor mindenki tudjátok ti is. Most megmondom őszintén, hogy nagyon praktikus, nagyon jó, hogyha az ember mondjuk sokat használ ilyet. De hát amennyit például én barkácsolok otthon, mondjuk viszonylag sokat barkácsolok, meg fogtok lepődni, tökéletesen megfelel a csavarhúzó. Hát jó, ez nyilván ez annak jó, aki asztalos például, és napi 500-at csavar be, meg csavar ki, az persze, az tökéletes. Hát, de drágák, köszönjük szépen, a gesztus a lényeg, úgyhogy nagyon köszönöm. Amikor azért teszed össze a svéd bútorszettet, ha valaki olyat csinál, azért ilyenkor nagyon hálás tudsz lenni egy ilyenért. Mikor 45-dik. Ne svéd bútor szettezzél már, Feri. Hát, ha küldenek neki valamit. Annyira bírom, hogy ennyire kivagytok. Ezt nem hiszem, hogy ennyire kivagytok. Ezt szeretem, ezt annyira szeretem. Én még direkt húzlak ezzel benneteket. Nincs itt valami csavar, amit most meg tudnék húzni. Izítsuk már be azt a kis Makita fúrót. Hát, ha meg tudok valamit húzni. Ez egy igazi Makita. Olyan rendesek ezek, hogy küldtek. Figyelj, itt a gesztus a lényeg, hogy küldtek valamit. Nyilván nem hármat küldek, valamikor ti kaptok, amikor én kapok, most ti kapnátok egy rohadt jó kávéfőzőt, mert én nem kávézok, nem borulnék ki, hogy most kaptatok egy kávéfőzőt, vagy mit, nem tudom. De a kávéfőzőt a múltkor kaptunk, igen, nagyon jó kaptunk. Sonka szeretelőt. Megemlítettem a kotyogat, rögtön küldtek is. Hármat. Elmondom most, én beszélek a sonka szeretelőről, hogy láttam, és olyan szép, és közben te kapnál egyet. Borulnék ki, hogy te most én beszéltem róla, és te kaptál egy sokkal szeletelőt. Egy jó Berkel! Arra gondolsz, hogy jó Berkel! Tökre örülnék, hogy valamelyik őtök kapott valamit. Őszintén örülnék annak, hogy kaptatok valamit. Nem borulnék ki, hogy most én kaptam, és nem te kaptál. De minden, az te örömödnek őszi... A te örömödnek örülünk. Tehát annak mi örülünk, hogy te örülsz. Jó. Nem, mondom, félreérted a dolgot. Meg egyébként is, tehát nyilván. Meg tudjuk venni. Nem erről van szó. Itt a kommunikáció. Tehát, hogy most, de hát mit kellett odaírniuk? Semmit. Nem, most már érdekel, hogy miért vagy ennyire ki, hogy mit érted, hogy
hogy János... Csak aranyos vagy, de én nem vagyok ki. Hát, de egy picit ki vagy, érzem rajtad. Egy picit most, hogy ki vagy, de nem vagyok ez csak rám, nem. Nem, nem, marhára csak rám tudod ezt a dolgot. Nekem mindenem van otthon. Tehát, hogy nekem minden egyes olyan eszközöm van otthon, ami az én háztartásomban szükséges. Érzem, picit dóci vagy, érzem, hogy most nem, te most nem kaptál el. Nem, attól leszek dóci, hogy azt próbálod meg bizonyítani, hogy én dóci vagyok. Hát, de 10 perc erről beszélünk, hát akkor csak van benned valami... Nem is én hoztam most szóba ezt a dolgot, bocsánat. Csak van benned valami tüske. Nem is én hoztam szóba, most légy innen nyomasztatok ezzel, mert nem én hoztam szóba. Most átmegyek, és valamilyen csavar kilóg, azt becsarom neked, most akkor jobb lesz. Nem teszel az az ember, akinek a segítségét kérem majd, ha valamit otthon meg kell csinálni. Egyszer segítettél, Balázs egyébként egyszer segített nekem tényleg. Egy eurót termet összerakni? Vagy valami sufni? Semmi, a világítást csináltam hátul a sufniban, és akkor pont akkor átjött, és akkor segített nekem abban, hogy fölrakjuk egy ilyen burkolatot, raktunk föl egy ilyen takaró burkolatot, hogy ne látszódjanak a kábelek. Mert hogy nem akartam falat vésni. Jó, elmondom, hogy tudom ezt jóvá tenni. De hülye vagyok, kimondtam, hogy falat vésni, kapni fogsz egy fésőt. Ne küldjetek semmit, mert látjátok, hogy itt minden rajtam csattan. Még az ajándék is rajtam csattan. De áldozat vagyok ebben a történetben, egy áldozat, ne küldjetek, senki ne küldjön semmit, mert én áldozattá válok. Ha látsz egy csavart, és kilóg, átmegyek, meghúzom neked, akkor regálban vagyunk? Nem biztos, mert arra lehet, hogy én akasztanék egy képet. Érted? És hogyha te behajtasz nekem ott mindent, az úgy behajtóddal. Jövök akkor, és behajtom, mit kell meghúzni, Jani? Egy kis kertésznadrág, volt lesz egy pisztolyt, rácegezem, megfogom, odavilágítok, mert elemlámpás, és már be is. Ja, most ezt nem mondod, hogy még világít is. Akkor még világít is. Még hát, világít is. Azt a mindenségét. Azt a nektek. Szia, Jani! Nálad kell esetleg valamit meghúzni? Kész vagyunk? Mert még a Ferinél is van dolgom. Végeztünk? Összeszereltünk minden bútor? A zenét is hallgathatnák az új dobkolódon. Összeszereltünk minden bútor? Van még valahol csavar? Nincs? Akkor már itt se vagyok. Hoztam a kis dobkolomat, addig tudunk zenét hallgatni. Valahol egy csavar az utcában behúzni, kicsavarni. Ne. Jaj. Nagyon csavaros az észjárásod, hogy stílszerű legyen. Ja, Istenem, hát ma egy makita, holnap egy makita, gyerekek, hát mi? Meg vagyunk? Ne, most tudom ki ezt a szivacsát. Ja. És föltöltve küldték, látom. És föltöltve, hát, hogy milyen komoly, milyen rendes emberek ezek. Jaj, azt mondtam, hogy most mostam ki a szivacsot, kedves Balázs, hogy ne kelljen a jövőben Janira hagyatkoznod a szivacsmosásnál, küldünk neked 10 részletet ebből a prémium. És még, hogy nem vagy ki. Még, hogy nem vagy ki. Gyerekek, ezt most be kell jelentenem a NAV-nál? Egyébként, hogy én kaptam ajándékot? Ja, nem, kell, majd én bejelentem. Mondják le tőle, ez a helyes kedves NAV, igazából a Jani címére jött ez a levél, csak én mondottam ki, úgyhogy ezt a Janinak kell majd a jövő évi adóbevallásába beleírni, vagy még az ez évibe. Na, gyerekek, komolyan mondom, Feri, te ismered a Maseratit? Vagy hallottál már arról, hogy Vanquish, vagy Aston Martin, vagy DB9? Van most ez a turbomotoros, hogyha Ferrari, most olvastam róla valamelyik nap, hogy ez valamilyen exkluzív ilyen történet. Kalifornia, vagy valami? A Kalifornia, igen. Vagy a 458 Itália. Hallottatok ezek? Nem, sose hallottatok még ezekről? Úgy elvinném egyszer egy hétvégére. Jövő héten mivel fog járni? Kedves Balázs, hallottuk az adásban, a Feri megemlítette. Én ugyan nem vezetek, de a gyerek, hát, ha majd megtanul. Eláll az. Nem kérendi. Áldozat vagyok, higgyétek el, áldozat vagyok, komolyan mondom, semmit nem tehetek arról, hogy egyszerűen szeretnek, nem tehetek arról, hogy ajándékokat üldözgetnek. Az életnapos oldala ez az. Csináljuk azt, hogy mindenkinek egy hétig van a dokkoló meg a csavarbehajtó, csak egy hét, mint a vándorkupa, így körbe megy. Én leszek utolsó. Úgyis nálam marad utána. Hogy egy hét neked, és akkor használhatjátok. Milyen önzetlen, látod? Na, szeretném valahogy, hogy nektek is most jobb kedvetek legyen, mert most ez nem jó, engem most nem vagyok boldog, hogy ti nem vagytok boldogok. Szeretném, hogy ti is boldogok legyetek. Ez egy álmenyezet, le fog szakadni, basszus. Na, jól van, ennyit erről, drágák vagytok, köszönjük szépen. Már mi mit köszönjük? Hát én a ti nevetekbe is, mert látom, hogy ti is milyen boldogok vagytok együtt. Erről az újpesti PIN kód lopásról akarok egy kicsit beszélni, mert szerintem sok embert érint, és a jövőben is érinthet. Igaz, hogy a bank általában megfizeti az adatokat, vagy megfizeti az adatokat, kevésbé megfizeti a pénzt, amit tőled elvesznek, de hogy honnan tudom, hogy most éppen a PIN kódomat akarják leszedni? Ha én csak úgy bedugom egy ártatlan bankautomatába a kártyámat, ugye Újpesten történt, hogy
rengeteg pint loptak el, és elindul a Herce utca, ráadásul neked kell bizonyítani, hogy ellopták a pinedet, nem vásároltál akkor semmit, tehát eléggé macera, főleg ha valakinek mondjuk nincs annyi pénz a kártyáján, hogy azt megengedhesse, hogy hónapokig vagy hetekig nem kapja vissza az adott banktól. Hogy mi az, hogy ellopják a pint? Ez a műszer, amit beraknak magába az automatában? Az a baj, hogy ezt te észre se veszed. Tehát igen. Két eset van, automatából veszel ki pénzt, és az a nyílás, ahol a kártyát beteszed, oda a nagyon ügyes, kézműves emberek, hát nyilván nem egy ilyen jó csavar behajtóval, hanem valami mással föltesznek egy úgynevezett kártya leolvasó szettet, ami semmi más nem csinál, mint ahogy te bedugod a kártyára, te észre se veszel semmit, ugyanis te ugyanúgy megkapod a pénzedet, csak a kis kártyát két leolvasón megy át. Átmegy az első, ami az övé. Az igazabb profik már olyanok, hogy rádiójeladásos. Uh-huh. Tehát áll valahol egy autóban a csávó, és így veszi a te kártyát. Tehát mint a riasztónak a kódját, ugyanúgy leolvassák, ugyanúgy hanem ugrókódos riasztót. A kártya ezen aztán tovább megy, és bemegy a gépbe, te beütöd a PIN kódodat, ez a leolvasó ezt is tudja, azt is elküldi, te megkapod a pénzed, és mész tovább. És utána egyszer csak tik-tik jön a kis SMS-kel. Jön az SMS, hogy használták a kártyádat. Igen. És aha. Azért durva, mert ugye egyébként azt a pénzt megkapod, amit te éppen akkor lekértél az automatából, észre se veszed az egészet, ráadásul tényleg olyan ügyesen csinálják már meg ezek a kis paneleket, hogy olyan szépen belesimulnak az automatába, hogy ihaj, semmit, laikus ezeket nem szúrja ki. Teljesen egyértelmű. Ez az egyik, a másik, igen? Meg gyorsan, hogy hadd mondjam el, hogyha valahol kártyával fizetsz. Nagyon gyanús, hogy ilyen felkészült, hogy a témában mi van? Papukám kell a témában. Kicsit izébe átálltad. Figyelj, azért érted, most nyitott a kéttel. Érted, figyelj. És hogyha ha lehúzza, akkor ő nem csak ott húzza le, amivel fizet, hanem van egy leolvasója, ami meg megint leveszi a kártya adatokat. Mi így csináljuk a barkácsáruházunkban. Szépen leszeditek az adatokat. Honnan tudom? Sehonnan mi? Tehát effektíve esélyem nincs. Később tudod meg, mikor vásárolnak vele, vagy készpénzt veszek fel. És akkor, ha mondjuk nem vagy kiemelt ügyfél a banknál, akkor elindul egy bizonyítási eljárás, hogy akkor te nem vásároltál ott semmit, vagy vásároltál, vagy a bank automatikusan visszaadja? Szerintem, látja, hogy föltörték a kártyádat? Az, hogy kiemelt ügyfél vagy, az sem az nem számít. Uh-huh. A bank az szerintem minden egyes esetben ugyanúgy eljár, ráadásul ugye minden egyes ilyen bankjegykiadó automatán van egy szám, amit te rögtön hívhatsz, és segítenek is abban az esetben, hogyha bármiféle problémád van, vagy bármit észreveszel, de hát nehéz ügy. Holnapi csomagunk, kedves Balázs, próbálja ki a feltörésmentes bankkártyát. Feltöltött 2 millió forintos egyenleggel. Aláír az XY bank. Igen, hallottuk, kedves Balázs, hogy a bankkártyákról beszélgetnek. Sok szeretettel, igen. Na szóval félre a tréfát, ugye elkezd, de például nagyon érdekes, hogy nekem egyszer lenyúlták az adataimat, és valaki akart azt hiszem Bahreinből egy repülőjegyet venni az én kártyámmal. És engem már a bank hívott fel, tehát én meg se kaptam az értesítést, tehát maga a tranzakció nem jött létre, mert fölhívtak engem a banknál, hogy elnézést, Rákóczi úr, maga tegnap még mit tudom, én itt volt, és most Bahreinből akar valaki repülőjegyet venni a kártyájával. Tehát, hogy ők is figyeltek erre, ez az egy. Olyan van, igen, hogyha valami nagyon gyanús, vagy nagyon nagy összegű tranzakció történik, akkor a bank rátszól. Például a repülőjegy vásárlásnál, igen. De egyébként meg onnan tudod, hogy te megkapod az SMS-t, hogy most vettél valamit, vagy vettél föl készpénzt. Hát akinek várjál, hát akinek van SMS szolgáltatás, ugye nem mindenkinek van SMS szolgáltatás, most annyi, hogy nem veszem észre, és rólam 6000 forintot vesznek le, mert kis összegekbe utaznak, hogy ne vegyed észre. Aha. Akkor lehet, hogy fel se tűnik. Lehet, hogy fel se tűnik, hogy a hónap végén vagy, amikor már nem tudsz felvenni semmit a kártyádról. Tök igazad van. Vagy mínuszba mész. De mi van, ha senki, hogy nem nagy összeget vesznek le, nem levesznek sokszor kicsit, nem tűnik föl, mert 10-ből 5 ember nem biztos, hogy kap SMS-t, amikor használja a kártyáját. Nem, nekem van ilyen szolgáltatásom, ez egy jó szolgáltatás. De nyilván nem mindenkinek van beállítva. Nos, hát ezt nem veszed észre, és a bank nem. Tehát kinek feladata ezt észrevenni? A bank vegye észre, vagy én nézzem meg minden hónapban, most már ott tartunk tényleg, hogy az összesítőmet át kell néznem, és mondjuk a 20 tranzakcióra egyenként emlékezni, hogy itt tankoltam, amit ezt használtam, hogy hát ez is sok ember használ sokszor kártyát egy hónapban. Na most, ha nem 500 ezeret vesznek le, hanem a tolvaj azt mondja, hogy gyerekek 10 ezreket. Hát, ha nem veszi észre, akkor lehet, hogy észre se veszi se. Lehet, nem. Tehát az lehet, hogy a bankon is úgy megy át, hogy nem veszik észre. Ráadásul ugye vannak olyanok, hogy az SMS szolgáltatáson is be lehet megállítani mondjuk a netes felületeken keresztül a limitnek az összegét, tehát hogy egy bizonyos összegig nem is kapsz SMS-t. Megteheted azt, hogy minden egyes forintról, minden egyes levonásról kapsz. Én például így állítottam, mert szeretem tudni, hogy a bank a tranzakciókért mennyit von le, de van, aki például beállít, mit tudom én, egy nagyobb összeget. És akkor ilyen 5-10-15-20 ezer forinton
milliárdonként, akár szépen elcsordogálhat a hónap végéig a pénze, úgyhogy semmiféle visszajelzést nem kap, ráadásul ugye a banknak nem nagyon fog feltűnni ez, mert ő csak azt látja, hogy használod a bankkártyát, és akkor mi van? Egy esetben tűnik fel, vannak olyan bankok, akik már csinálnak ilyen figyelő szolgáltatást, hogyha például az van, hogy, mert ez kvázi ugyanaz a kártya lesz, ugye nálad van az eredeti, igen. És ő csinál egy másolatot. Csinál egy másolatot, igen. Most az történik, ha például én mondjuk Budapesten most itt kimegyek, fölveszek 5000 forintot, és körülbelül 10 perc múlva a másodlatos kártyával Miskolcon valaki fölvesz 5000-et, igen. Akkor az föltűnik, tehát a bank rendszere, a számítógépes rendszer figyeli ezeket, és akkor azonnal telefonálnak. Hogy azonos kártya használat, mit tudom. Ezért csinálnám én azt, például, hogyha Balázsnak lenyúlnám a kártyáját, ami nyilván egy elvidol, időnként ki szoktam menni, de akkor a sajátomat használ. Tehát, hogyha például én lenyúlnám az ő kártyáját, akkor mindig megvárnám azt, amíg jön valami zene két megszólalás között, és mindig itt vennék ki például a buszpályaudvarra, soha nem tűnne fel senki. A kutyának nem tűnne fel, igen. Nagyon kemény, nagyon kemény. Ugye ez tényleg azért érdekes, mert nem mindenki kap SMS-t. Tehát akkor hónap végén kell átnéznem. Mindig, hogy nem használták illetéktelenek a kártyán. Egyáltalán hogy teszik föl? Oda megy egy maszkos csávó a bankautomatához, és ezt fölteszi. Hát ott a kamera. Vagy gondolom, a kamera egyébként nem, nyilván nem tudnak 6000 automatát percenként figyelni, tehát ez nem olyan, mint 6 monitor, amit a biztonsági őr figyel, ez csak arra, hogy ha valami történik, akkor visszanézik. Na, most ez a na de mégiscsak ott van egy kamerát, azért ezt föl kell tenni, be kell rakni, azzal ott mókolni kell, hát senkinek nem tűnik föl. Ezért választanak ki olyan kamerát, illetve olyan automatákat, amik mondjuk például nyilván nem egy banknak az előterébe vannak. Én például ezért preferálom ezeket inkább, ezeket az automatákat. Inkább egy bankban veszek fel. Bankban? Igen, mert ott nagyon kicsi az esélye, hogy úgy tegyenek föl valamit, egy ilyen szerkezetet, hogy azt ne szúrják ki. Egyszer volt erről egy film, egy perc cikk se tart föltenni ezt a leolvasót. Tehát pont annyi idő, a belső kamera, szokott lenni az automatán szembe veled egy ilyen kis ablakocska, ami téged vesz, hogy az annyit lát, hogy mintha kivennél pénzt, pont annyi. Ja, hogy az nem, hogy az csak arcot rögzít, hogy te a kezeddel mit csinálsz, arra mondjuk egy külső térfigyelő kamera kellene. Visz magával valami kis takaró eszközt vagy szerkezetet, ami egy gyakorlatilag egy táska is lehet például, és akkor szépen így gyorsan. Nekünk volt olyan már, hogy máshonnan törték fel a Wiki kártyáját, tehát hogy nem használt automatát. És valami netes vásárláson használt, de nem ott törték fel, hanem a netes vásárláson megszerezték valahogy az adatokat, és akkor mit tudom én, Amerikából, vagy valahonnan próbáltak levenni valamekkora összeget, és akkor szólt a privát bankos, ugye, hogy hát figyelj, ez nem stimmel, mert hogy éppen törögetik a kártyádat. Te vagy? Igen, hogy kint vagy-e Amerikában. Hogy kint vagy-e, igen, repülőjét, vagy nem tudom, mit akartak megvásárolni. Ezért jó, tényleg az kemény. Számla, amire elkülönítesz egy összeget, és akkor csak abból finanszírozod a netes vásárlásokat, igen, a többi ez nem lehet hozzáférni. Ami izgalmas, amit te mondtál, hogy megkapod a hét, vagy a hónap végén a számládat, azt látod, hogy 230 vagy 210 000 forintot levettek róla, besétálsz a bankba, és mit mondasz, hogy nem én voltam? Hát, igen. Na és? Hogy bizonyítod? Na, ezt kérdezem. Na, ez volt. Innen indultunk, tehát, hogy ha te hónap végén kapod meg, akkor te hogy bizonyítod, hogy te ott egyébként nem vásároltál, hogy látják, hogy te akkor ott bedugtad a kártyádat? Nem értem. Igen. Ugye? Neked kell elkezdeni, akkor utána menni. Mert ha azonnal letiltatod a kártyádat, tehát kapsz mondjuk SMS-t róla, igen, hogy valaki Miskolcon fölvesz, akkor a bank állja a költségeket. Igen, a bankok ebből a szempontból ilyenkor azért nagyon korrektek, tehát ez nekik se jó reklám. Tehát azért az a tapasztalat legalábbis, hogy korrektek ilyenkor. Hát, hogyha ilyenkor észreveszed... Ilyen nincsen. Tehát nem tiltottad le a kártyát, ment a vásárlás. Akkor hogy bizonyítod, hogy hát, nem te voltál? Hát nem kell kibizonyítani, hogy bizonyítság vagyok. Majd Balázs besétál a három betűsnek a központjába, és elkezd üvöltelét. Sanyi! Hol a pénzed? És Sanyi lesétál a lényeg, és vagyok Balázs. Hallod, ebből, bocs, mennyi volt? 622, Sanyi kell, nagyon megkopasztottak. Én olyat is hallottam, ez nyilván legenda, hogy ugye benzinkutnál például azért sokan nem mernek fizetni kártyával, mert hogy ott is vagy a műanyag csíkot, vagy azt a plastik csíkot, vagy a pinkodot ott is valahogy leolvassák, és amíg te elfordulsz, addig bedugják, és akkor csinálnak maguknak egy külön kártyát. Én mondjuk nagyon sokat fizetek bankkártyával, nekem soha semmilyen visszaélésem nem volt. Főleg mióta, hogy ezek a olyan posztok van, vagy ezek a terminálok vannak, amit már így eléd raknak, és akkor bedugod, te ütöd be a pinkodot, te veszed ki a kártyát, már effektíven nem is nagyon nyúl senki a kártyához. Jó, ha valaki van, aki bankban dolgozik, vagy tud erről a magáról a rendszerről, hogy mire lehet odafigyelni, hogy lehet letiltatni, vagy loptak tőle el pénzt, és vissza tudta szerezni a bankból, vagy átment ezen a procedúrán, írjon már nekünk SMS-t, hogy egy kicsit képbe tegyük hallgatóinkat.
hogy mit lehet csinálni. Jó, ilyenkor, illetve nyilván, ha egy banki alkalmazott tudna telefonálni, az a legjobb, hogy a bank hogy szűri ki, amikor tényleg én mondjuk 16 nap múlva veszem észre egy 6000 forintos nyúlást, nem 100 000-es szélsőséges nagy összegekről van szó. Így van. Most Sanyi is telefonálhat, ha hallgat minket, hogy mit tesztek ki akkor az ügyfelekért. Valószínűleg erre viszonylag kicsi az eset, de hát nagyon, ki tudja, mekkora lenne már. Sanyi Sándor, a világ legnagyobb sztoria lenne. Óriási lenne. Én bankvezető lennék, és én most kapnék egy SMS-t, hogy most nekem be kell telefonálni, hogy adásba egyébként betelefonálni. Én térre hullanék előtte. Ez azt mondja, hogy úristen. Hát de ez így kéne. Mit mondaná neki? Sanyi bácsi. Sanyi bácsi, egy nagyon fontos kérdésem lenne. Vegyek-e eurót, mert Matolcsi Gyuri bácsi ma mit csinál? Igen, tovább vágja a kamatot, és ezért gyengülni fog a forint, vagy hagyjam a fenébe az egész, ne vegyek. Sanyi bácsi, tessék már mondani, mert van 10 000 forintot vegyek. Hadd kérdezze már meg, hogy mostanában tervezi-e nagyobb mennyiségű részvény eladását esetleg. Azon a számon visszahívhatom, amit megadni. Igen. Na, tehát akkor mondom Csányi Sándornak a telefonszámunk 555-55-00, hogy akadályozzák meg a banki lopásokat. Sándor, hívjon minket. 7:30 pontosan 3 perccel jövünk a hírek után. 3:48 lesz, pontosan 1 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Mutattak pont egy képet, mutatta a Viki, mit tesznek föl az automatára. De mindjárt van egy szaki, aki elmondja, hogy mire kell figyelni. Van, aki azt írja például, hogy már mágnes, nem mágnes csika, hanem csippel működik a kártya. Igen, az és a kártyamásolások pedig legtöbbször a Jani által biztonságosnak itt banki 24 órás zóna beléptetőjénél történnek, amikor is ugye te végighúzod a kártyádat. Igen, igen. Oda izével kell bemenni. Abba a bankkártyával. Bizony. És azt végighúzod. Abban van igazság. De ott azt kinyitja bármi, oda nem kell bankkártya, oda egy mágnes kártya kell, tehát neked a pontgyűjtőkártya. Nem nyitja ki bármi, dehogy is. A pontgyűjtőkártya ugyanúgy. Nem nyitja ki. Hát próbáld ki. Hát ki is próbálom, jó? Jó, de próbáld ki, csak vigyázz, hogy a pontgyűjtőkártyáról le ne lopják az adatokat. De ha nem, holnap a térdemre fektetlek és elpopsizlak, marhára nem nyitja ki szerintem a pontgyűjtőkártya, mert ilyen alapon pont annak az a lényege, hogy a biztonságban legyen be, így van, hogy bankkártyával. Hát de igen. A mágnes csík nyit szerintem. Mindegy, ezt a vitát elsikáig küldtek neked egy számot, a Makitangument, és akkor az jobb kedved lesz tőle egy picit, hogy ne legyél, Morci. Itt van egy hallgató, aki tud nekünk segíteni. Hello, Gábor! Jó reggelt kívánok, szervusztok! Te banki szoftvereket üzemeltetsz, Gábor? Így is mondhatjuk, gyakorlatilag egy pénzügyi szolgáltatón dolgozom, aminek nagyon sokrétű területei vannak, ATM-ekkel üzemeltetünk, bankoknak az ATM-eit üzemeltetjük, illetve banki tranzakciókat kezelünk ügyfeleknél. Na, hát akkor te tudod, hogy itt mi volt az, amit jól mondtunk, meg nem mondtunk jól, hogy mi igaz ebből, hogy szedik le, vagy mire kell figyelni? A biztonság ez egy külön szakma természetesen, én nem ebből a területről jövök, hanem IT-ból, de alapvetően igazán, amit mondhatok, van egy pár félreértés azért. Például, hogyha én azt mondom, hogy a bankomnak, hogy az a tranzakciót azt nem én hajtottam végre, mint amit mondjuk ők találtak a rendszerben, akkor nem a banknak van, nem nekem van bizonyítási kötelezettségem, hogy az nem én voltam, nem a banknak. A banknak kell bizonyítania, hogy de az én voltam. Például mutat nekem egy blokkot, amit én aláírtam. Ha ilyet nem tud, köszönöm szépen. Egy másik, amire gyorsan reagálnék, ugye kérdések előtt, ha van, hogy az ATM lopásoknál a PIN-t azt mondjuk a kártyán keresztül le tudják olvasni, én ebben szinte biztos vagyok, hogy ez nem így van. Tehát a PIN-t azt mindig vizuálisan szedik le az információt, tehát messziről a kamerával akárhogyan, úgyhogy azt nagyon egyszerű módszerrel lehet védeni. Aha, tehát hogy ezt nem tudják máshogy leszedni. Mondjuk cetit mutatni aláírva, az azért nem tudsz minni, mert például interneten vásárolsz, hát ott nem írod alá. Tehát, világos, természetesen vásárlásnál is van olyan, amikor ugye csak pintütök, vagy csak lehúzom. Ez egy másik része. Igen. Na de várjál, hogyha azt mondod, hogy a banknak kell bizonyítania azt, hogy te éppen akkor nem vásároltál, és nem neked, akkor ilyen alapon gyakorlatilag bárki visszaélhetne ezzel a dologgal, mert akkor én mit tudom, veszek valamit 30 000 forint értékben, bárhol, és aztán szépen a banknak jelzem, hogy valaki 30 000 forint értékben használta a kártyámat, de nem én voltam, és bizonyítsák be az ellenkezőjét. Ezt nagyon nem szeretném megősteni ezt az információt, mert elterjedne ez a hozzáállás. Vannak is kapuk a rendszerben ezen az oldalon, de nyilván azért kamera felvételekkel, sok mindennel azért tudja a bank igazolni, az én voltam.
viszonylag egyszerűen, de mondom, vannak olyan kis kapuk, amikre viszonylag egyszerűen vissza lehet élni. Okay. És akkor mit másolnak le ezt a csíkot benne, ami van? Így van, így van a mágnes csíkot, ezért terjed, hála Istennek Európában nagyon, és Amerikában ide vagy sokkal kevésbé, a csipes használat. Ugye a fő kártya kibocsátók, pontosabban a nagy cégek, mint Mastercard, Visa, ilyesmi, azok nagyon nyomják a bankokat, hogy minél inkább a csipes használatot preferálják, illetve támogassák, illetve büntessék a mágnes csíkos használatot, épp azért, mert a biztonságban egy óriási nagy különbség van. Gyakorlatilag a mágnes kártya egy 20 eurós otthoni laptopra dugható kis készülékkel leolvasható egy pillanat alatt, és olyan, hogy megvan az adatom, azt ki tudom írni egy 100 eurós készülőkkel egy kártyára, és megvagyok. Uh-huh. Tehát a csipes használat az mindenképpen egy nagyon sokkal biztonságosabb dolog. Figyelj, itt van egy nagyon komoly vita, hogy minden mágnes kártya nyitja az ajtót, sopos kártyával is be tud menni, vagy csak a banki mágnes kártya nyitja a 24 órás banki szolgálat. Jól gondold meg, hogy mit mondasz, nagyon el szeretném popsizni a felét, és csinálok róla a videót, és átküldöm neked is. Jól meggondolom, és én pénzt arra tennék, hogy minden nyitja, de nem túl nagy pénz, tehát nem, ezt nem vagyok benne, a hallgatók, hogy bármilyen mágnes kártya nyitja a 24 órás zónát. Az viszont nem jó. Az viszont nem egy jó. Mert egy shopban összegyűjtött pont rabló bemegy és kirabolja az automatát, vagy ugye, miért? Ugye azért az gondoljuk meg, hogy itt az a ajtónyitó, az nem egy online rendszer, az nincs bekötve egy bank mögé, amit nem ellenőrizze senki, hogy ez milyen adat. Ott csak annyit néz, hogy ez egy alapvetően ennek a iparágnak megfelelő mágnes vonal, jó napot, az kinyitja. Na de ez mekkora baromság, hát akkor, hogy a hajléktalanak nincsen bankkártyája, vagy mágnes kártyája, vagy pontgyűjtő kártyája, és akkor nem tud bemenni oda aludni, vagy akkor minek az egész? Akkor legyen rajta egy kilincs, azt csókolom. Alapvetően ez a gondolat, mert nem elsen be akárki, de én is azt hiszem, hogy azt minden nyitja. Uh-huh. Igen, én szerintem is egyébként igen. Nem mint a lenne pontgyűjtő kártyám, de én se ott anyam mágnes csak nyitja. Még egy apróságot a szabad, mert egy nagyon érdekes történt pár napja itt az ATM világban. Ukrajnában az egyik legnagyobb ATM hálózatot feltörték szoftveres módon. Pénteken feltöltötték készpénzzel, hétfő reggelre ki volt pakolva a teljes hálózat a készpénz az ATM-ekből. Úgyhogy igazából amennyire az informatika feltörög, annál jobban a rablók is a nagy tételre mennek rá. Tehát az, hogy az én kis kártyámról 10-5-10 ezer forintokat lehúzzanak, az kevésbé pálya, inkább a nagy tétel. A másik pedig az, hogy a banki oldalon nagyon-nagyon profi analizáló szoftverek vannak, amik az én viselkedésemet rögzítik, és minden attól kilengő viselkedést, például az, hogy én soha nem jártam, mit tudom én, mondjuk Békés Csabán, soha nem használtam a kártyámat, és egyszer csak elkezd 2-3 tranzakció onnan bejönni, ez azonnal riasztja a rendszer. Pontosabban vannak ilyen rendszerek, hogy ez mennyire van használatban, és mennyire veszik komolyan, az egy más kérdés, de errefelé megy a világ. Tehát, hogy szól a rendszer, hogy itt valami abszolút, nem stimmel. Abszolút. Tök jó, ezt nem tudtam. Ez jó. És minden oldalról a viselkedés, összegek, nagyon sok minden, több ezer szabály alapján. De ez amikor nekem akartak vásárolni, és azonnal szólnak. Igen, hogy mit keresette. Figyelj, van itt a hallgatók részre egy nagyon jó felvetés, és egyre inkább elterjedtek ezek az úgynevezett PPS-es kártyák, amikor így leegyszerűsítve a PIN kód is el van mentve, mondjuk így a kártya, neked nem kell beütögetned semmit, csak odaérinted egy ilyen kezelőfelülethez, és akkor leolvassa a kártyáról. A te véleményed szerint ez van olyan biztonságos, mint hogyha mondjuk ezt a manuális módot választjuk, hogy eltakarom, és akkor szépen beírogatom a PIN kódot, és akkor az agyamba van. Ezzel vissza lehet élni? Mert ha le lehet szedni a kártyáról minden infót, akkor ezt is nyilván. Először is nincsen rámentve a PIN kód így erre a kis megoldásra, hanem ugye bizonyos összeghatárnál Magyarországon azt hiszem 5000 forint, körülbelül talán 20 euró, nem kér PIN-t. Nem ezt odaérintem, elveszem, kész, ez maga a chip, az egy ilyen 2-3 centin belül aktivizálódik, és gyakorlatilag ugyanazt a funkciót látja el, mint a kártyán a chip, vagy akár a mágnes chip. Ennek a feltöréséről, most nagyon biztonságba belemenve, erről is vannak azért nagyon, nagyon komoly vélemények. YouTube-on nagyon jó kis videókat lehet találni, a Mythbusters című sorozat készítőit megkérdezték, hogy foglalkoznak-e az RFID chippel, és azt mondják, hogy gyakorlatilag pillanat alatt befutottak a legnagyobb kártyakibocsátóknak
a hadába, akik letiltották ezt az egész vizsgálódást. Alapvetően biztonságos természetesen, de vigyázni kell rá, mint minden másra. Én azt gondolom, hogy nem kevésbé biztonságos, mint ha odaadom a kártyámat valakinek, aki esetleg a pult mögött, vagy a pénztárgép mögött valamit csinál, vagy aztán visszaadja a kezembe. Ennél sokkal biztonságosabb az, hogy én kezemben van, én tartom oda, pitten egyet, elrakom a zsebembe. Ez a legjobb. Igen, Gábor, köszi, hogy elmondtad ezeket. Nagyon szívesen, ciao. Szép napot. Hello. 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 Gyerekek. Ahogy a reklám is mondja, a legbiztonságosabb. Hasitasi. Nem kér kódot. Hasitasi, nem kér kódot. Ott van az övtáskád, van zsebed, de mi baj lehet, nem? Megkérhetjük mi is a fizunkat cashben. Ja, mert hogy mi igen, mi kártyára kapjuk, de nem? Hasitasi, nem kér kódot. Na jó van. Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Ez gyorsabb lett, gyerekek. Ez gyorsabb lett. Mi az? Ezen szépen? Valaki változtatott. Meghekkelték a rendszerét. Ez gyorsabb lett, ez lassabb volt. Ez gyorsabb lett, ez lassabb volt, ez gyorsabb lett. Ezt most sokkal gyorsabban mondod, ezt, hogy gyorsabb lett, ez lassabb volt. Gyorsabb lett, ez lassabb volt. Ez gyorsabb lett. Most lassabb vagy. Tényleg? Viszont ki fogom próbálni. Bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó, ezt kitalálhatod, mint úgy olyan a gyerekek, ezt minden meghalló szomszédai. Itt van a játékosunk, halló. Halló, sziasztok. Kriszta. Szia. Sziasztok. Szia. Jó reggelt. Jó reggelt. Honnan hívsz minket? Fertődről. Oh. Miért örültünk ennek ennyire? Szeretjük. Én örülök neki. Én mindennek örülök. Az nagyon jó hely. Ha most azt mondod, hogy Tatabányáról hívsz, annak is nagyon örültem volna. Igen. Miért mondtad ezt, hogy igen? Hát jó hely, persze, turistáknak jó hely. Igen, mondanám, hogy lakjál te ott minden nap, Jani. Igen. Jogos, mert mi ugye oda megyünk, azt szépnek látjuk, de hát ott kéne lakni minden nap, lehet, hogy dögunalom lenne. Igen. Unalmas hely? Nem, én szeretek itt. Igen. Hát igazából nem itt lakom, de itt dolgozom. Ja, ott dolgozom. Mit csinálsz ott? Benzinkuton dolgozom. Mint? Pultos? Igen. Uh-huh. Egy személyes benzinkut. Pultos, kutas. Komolyan? Fújatós, gázpalackos, minden. Fújatós. Kávéfőzős, minden. És te vagy most, te is ott vagy most éppen? Most nem dolgozom, de itt vagyok, igen. Tehát ez egy pici benzinkut lehet, ilyet már ritkán lát az ember, ilyen kis egyszemélyes. És akkor igen. Jön egy pasi, és mondjuk kéri tőled, hogy tankold meg neki az autóját, akkor ad 200 forintot, és akkor te nő létedre, odamész. Nem hiszed el, de van rendszeresen ilyen, igen. Komolyan? És akkor kijössz a kasszából, odamész, megtankolod neki, addig megvárja. Ad egy 100-at, köszönöm szépen, és visszamegyek, kifizeti, és viszontlátásra. Kerékbe is fújsz, meg... Abba is, igen. Aha, de jó. És akkor van dízel 95-ös, meg gázpalac csere? Aha, igen, igen. Nagyon komplet klasszik vagy. Klasszik kiskút. Nagyon, nagyon komplet, igen. Jó van, erre jártok, nézzetek meg minket. Menjünk. Jó, oké. Okay. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj. Jó, oké. Okay. Ó, hangversenyen vannak, vagy melegít a zenekar? Vagy igen, nem? Lehet, hogy ez a hangbeállás, ha a koncert, akkor elég szok. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. La la na 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 na. Na jó, hát ez. Hát, neked. Hát, fogalmam. Ugye? Nem? Nem tudod? Még egyszer meg. Persze, mutatjuk még egyszer, figyelj. La la na 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 na. Na, kezdi fújni a trombitás. Hallottad? Hát, nem tudom. Nincs meg? Nincs. Jó, nem baj, hosszabb részletet mutattunk, és akkor kivettük a sapkát, figyelj! Jó? Nagyon régi szám jut eszembe. Na, ez igen. A... Hogy is hívják? Na. Lovers in the... Mondjad? Lovers in the... Nem tudom, micsoda. Jó, legyen! Hogy találta meg? The Love is in the Air, igen. Azaz, Love is in the Air. Istenem, mennyit headbangeltem rá. Az erre? Gondolatod. Ezt énekelte a csütörtök 12 is. Nem már. Igen. A DJ Dominik és a Kiki közös páros a csütörtök 12. Így angolul? Igen, én tudom, kik ők. Volt magyarul. Mindig kerültem a koncertjéken. Jó, én sem voltam. De én nagy Dominik rajongó vagyok, tudod. Jó, szerelem a levegőben. De mi volt ennek az? Igen. Ez volt jó. Igen. Erre nem emlékszel, Kriszta, hogy volt ilyen?
Én megmondom őszintén, nekem az volt ezzel a bajom, hogy én sokkal újabbra számítottam. Aha, hát ez én az. És nem mertem gondolni, hogy ez az. Óven bácsi, kiszámíthatatlan, mindig megtréfál minket. De mondom, ez volt csütörtök 12, megcsinálták ezt a dalt magyarul. Nem. Hát ez kereszt. Annyira volt szörnyű, mint amennyire annak tűnik. Tehát valóban biztos, hogy az. Ha azt a szót keresed, igen, az volt szörnyű volt. Oké, Kriszta, sapka nélkül megvan az ajándékcsomagod, jó? Nagyon szépen köszönöm. Jó munkát neked. Köszönöm, további szép napot nektek. Neked is ott fertőző. Ciao, hello, hello. Legközelebb mi lesz a sorszinfónia, vagy Bachtól valami tokkáter és fugár? Milyen, nem csak Bach Szilviától. De most kom. Kettő perc, pontosan 8 óra jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi is. 8:13 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Vannak friss közlekedési híreink. M0-71-es kőnél gyakorolnak a BM fotó szakkörösei, Megyeri híd felé tartók, vigyázzanak. Ezt Andi küldte nekünk, a 44-es főúton Öcsöd és Békés-Szent András között hatalmas köd és teherautó mentése. Az árokból üzente Balú, és Hevesen a sárga benzinkútnál szürke Skodából mérik a Dormánt felé haladókat. Ezt Zsolti küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ez a legfrissebb, illetve van még kettő. Farád után rendőrök mérik az autósok sebességét, Csabika üzente, és a 82-es úton Écsen a Kóp előtt most álltak ki mérni. Ezt Peti volt olyan drága, és elküldte nekünk. Most tényleg bemondtad a Kópot, hogy kapjon ajándékot. Mit, Kópot? Bemondtad, hogy kapjon ajándékot. Ja, nem, már nem is tudom már, mit mondok már. Annyira aljas. Nézd meg, már olyan lelkiismeret furdalásom van, hogy nem merek rá mit mondani. És azon gondolkozom, hogy ma kitalálom, hogy mit csinálok délután. Istenem, hogy most hogy legyen, hogy sem, hogy ma kitalálom, hogy bejelentem-e a NAV-nak, vagy esetleg nem jelentem be a NAV-nak az ajándékot. Tényleg ez most már egy bizonyos értékhatár fölött NAV-os kötelezettségem van, csak mondom. Van valami bejelentési kötelezettségem. Bizony. Ugyan ajándék, de akkor is, nem? Vagy 100 000, vagy nem valami összeghatár? Nem tudom, pontosan mennyire került, hogy ezt a várkát nem veszem már hosszú ideje. Ja, Istenem. Na mindegy, hát majd ma. Tudjuk. Biztos? Na, jó lesz ez. Oda teszed a többi mellé. Ja, gyerekek, 4-es koca Bécsi úton a Tetyónál, írja István. Ne küldjetek nekem semmit már, ne küldjetek, mert... Mi közlekedési SMS-t? De közlekedési SMS-t, azt igen, abszolút. De komolyan, ma kit akarsz megvezetni ezzel, hogy... Hadd már békén! Jaj, neked aztán van bánt. Stílusod! Ma kit akarsz ezzel megvezetni, hogy téged ez nem bánt, ugye? Jaj, Istenem! Komolyan mondom. Hát mi lesz így velünk? Jaj, Istenem! Gyerekek, Vastag Csabi ott van a reggelin, úgyhogy 8:30 után hívjuk majd. Jaj, tényleg csörögjünk rá mindenképpen. Mert ma van a reggelije, és ugye hát az volt az ő drága felajánlása, hogy elvitt az egyik hallgatónkat egy ilyen Valentin utáni reggelire, ami végül is nem vacsora lett, hanem reggeli. És ezáltal ez Szárbai szökkent, méghozzá ma reggel az Ötye klubbal ott van Csabi, őket mi választottuk neki, és ott reggelizik a csajokkal. 8-kor mentek egy ilyen kis villás reggelire, úgyhogy szerintem 3-4-9-kor ott már a telefonszám cserénél tartanak, majd rájuk csöröghetünk, hogy hát, vagy túl vannak mindenen. Vagy igen, már túl vannak mindenen. A hölgy, akit ugye mi kisorsoltunk, ő viszi a barátnőit is, tehát egy 4-5-60 körüli csajjal mulatja az időt Vastag Csabi ebben a pillanatban, leróva az ígéretét, hogy elviszi az egyik hallgatónkat ugye reggelizni. Hát Erika egy tündér volt, ugye Erika volt, ugye jól emlékszem, azt hiszem Erika volt, igen, a Nagyi, és hát sikítva örült Csabinak. Nagyon. Meg a reggelinek is. Csabi is nagyon örült neki. Igen, és bedumálta az egész bandát, hogy akkor ők többen mennének. Reméljük 8-kor nem úgy fogadt őket a Vastag Csaba, hogy a kezi csókon, amíg igen, lejjed 9-ig ráérek. Nem, szerintem úri ember, szerintem már 3-9-kor még ott ülnek, ugye 4-9-kor ülnek be, mire kihozzák a kis hemendexet, meg virslit, meg mit tudom én, ott 3-4-9-kor ott még nagyban láttéznak, meg reggeli bokacsinoznak, úgyhogy lehet, hogy olyan jó hangulat, hogy át is csúszik egy kis 10 óraiba, aztán egy kis korai ebédbe. Hát és még ugye mennek a Csabi koncertjére is. Így van. Hát nem szabad elfelejteni, Csabi meghívta őket a koncertre, hát, sőt, hogy megígérte, hogy fölhívja bizony a színpadra, ugye, a nyertest, úgyhogy... Hát, hogy most nem lesz idő a grupikra. Nagyikkal kell törődni. Most nagyikat kell, igen, szépen dédelgetni. Úgyhogy 8:30 után felhívjuk a Csabát, és megkérdezzük, hogy mi a helyzet. 4-es koc van a Bécsi úton, a Tetyhónál, emiatt lesz ott pillanatokon belül hatalmas dugó, úgyhogy ott is mindenki vigyázzon. Az szép.
Négyes? Tízes? Négyes. Sose értettem, hogy megáll egy ember, belemegy még egy ember, aztán belemegy még egy ember, és még egy ember. Ezeket, de ha nem csúszik az út, meg nincs köd, ezeket így lehetetlen helyzet, amikor így látom, hogy így négyen összekocsa. Hogy? Követési távolság, az egyiken nyári gumi van, a harmadikon, akkor már ő nem tud megállni. Negyedik kicsit oldalra nézett, mert látott egy sast repülni valahol. És te még elől érzed a negyedik ütést is? Igen. Tehát így számolod? Igen. Kettő, hát tehát az négy ütés? Ugye értem szerint nem, a négy autó az három ütés. Igen. Na te állsz elől, akkor háromszor mennek három beléd, és úgy van négyes kocs, igen. Én egyszer egy szendvicset hoztam össze. Na, de ez hogy jön ide? Mi szól ez még? Kicsit éves témaváltás. Előtte volt a baleset, után összejöttünk. Nem felvillanyoztál, engem jobban érdekel, mint a négyes. Igen, hagyjuk a négyes kockát, mesélj inkább a szendvicsről, hogy mi történt. Középen, én voltam középen. Nagyon kellemetlen. Igen? Akkor az egyik fiú volt ezek szerint? Hátsó. Tudod ki a Lucky Pierre a pornoszlengben? Lucky Pierre, ő az, aki Lucky Pierre, a szerencsés. Ha mondjuk három fiú találkozik, akkor a Lucky Pierre, aki középen van, mert ő kapja, megadja is. Aha. Tehát ő a Lucky Pierre. Akkor Lucky Pierre volt? Mesély Pierre. Lucky Ferko voltam, kérlek szépen. Lucky Ferko? Nagyon rossz. A pornoszlengeket imádom egyébként. Nagyon rossz, de utána állítólag az van, hogy az utolsó szívja meg a legjobban. Az biztos. Még az mindig is. Így van. Az mindig így van. Így van. Mindig az a vége. Hátul van. De hogy te befékeztél, te már nem tudtál megállni? Én már nem tudtam, és hátulról még nem jött az se. És hogy kemény. Az enyém tört eleje hátulja, az elsőnek csak a hátulja, hátulsónak csak az elsője, vagy eleje. Úgyhogy a kár esemény szempontjából én jártam a legrosszabbul, de ilyenkor az van, mert aztán azt mondta, és tök rendes volt az a csávó, aki belém jött, azt mondta, hogy mondjuk azt, hogy ő jött belém, és ő tolt rá az előttem állóra, mert akkor ő vitt el az egész. Aha. Tehát finoman élő adásban egy jelen pillanatban éppen egy biztosítási csalást hallunk. Ez így ebben a formában. Nagyon kedves vagy, ez 15 évvel ezelőtt volt, már elévül. Hát nem tudom, hogy ezek a biztosítási csalások egyáltalán elévülhetnek-e. Húha. De ez most jelen pillanatban... Nem voltam két faszival, érted? Erre ez meg még be is. Jelen már pillanatban egy biztosítási csalás lepleztünk, de nem tudom, János, hallod ezt a dolgot, további... hát lépéseket szeretnék az ügyben megvalósítani. Az a baj, Feri, hogy ebből a sztoriból tényleg az derül ki, hogy valószínűleg nem volt egy olyan prémium kategóriás biztosításod, amivel nyilván holnaptól rendelkezni fog Balázs ezek után, ami fedezte volna a károtokat, ugye? Kedves Balázs, hallottuk, hogy Ferenc tegnap említette, ezért szeretnénk, ha ön előre láthatóan és gondoskodva a jövőről megkötné nálunk a prémium biztosítását. Teljes körül lakás, állat, vagyon és mindenféle ingóságára. Ez érvényes. Nem kell megkötnöd, kapod. Ja, kapom, igen, felajánlja. Hogy egyébként ilyenkor az érdekes, hogy ugye, ha te középen vagy ebben a szendvicsben, akkor te hibás vagy, mert nem tartottál elég követési távolságot, most ha megtörnek hátulról, és akkor az elejét nem fizeti a biztosító, de a hátulját igen, vagy ez hogy van? Jó kérdés. Mert ugye te azért mentél az elsőbe bele, mert nem volt elég követési távolságot. De mögéd már nem azért jöttek bele, és akkor biztosító azt, hogy elfelezi az autódat, rendbe hozza, bizony. Az ő kötelezője a hátsó részletet, de az elsőt azt te fizeted önerőből? Vagy ez hogy van kaszkó ilyenkor? Ja, persze. De figyelj, de tényleg, Feri, te azért vagy olyan ügyes sofőr, hogy megpördülsz. Nem? Még amikor érzed, hogy ezt már nem úszod, gyorsan megpördülsz. És akkor előről jön belém. Így van. Nagyon okos. Hát ugye nem olyan zavaró, hogyha nem fizetik az elej, azért meg már legyen megcsináltatva. De azért meg a másik hibás. Jani, jött még egy között egy hallgatói kérdés, hogy ma kit akarsz a nap hallgató? Nem tudom. De figyelj, szerintem eldöntöm majd a holnapi black and fehér, igen, nem jár. Na gyerekek, egy kutatás szerint a britek 60%-a az első együttlét után nem meri szemtől szembe megmondani a másiknak, hogy nem szeretné folytatni a kapcsolatot, hanem különböző kifogásokat keres, és hát ha a britek ezt csinálják, akkor valószínű, ezt csinálják a magyarok is. Kicsit kutassunk mindenki portáján, hogy mi a helyzet Magyarországon. A legtöbben állítólag pusztán felszívódnak, és soha többet nem veszik fel a telefont, ha az együttlét nem úgy sikerült, ahogy szerették volna. A toplista második helyén az inkább folytatnám a korábbi kapcsolatomat, míg a harmadik helyen a terhes vagyok az exemtől áll, mint kifogás, ha valaki fölhív egy éjszaka után, hogy szeretne veled ma újra találkozni.
A legbizarabb, amikor pedig valaki egy fertőzés kikezelésére hivatkozva mondja azt, hogy szörnyű fertőzése van, szeretné kikezeltetni, majd utána esetleg találkozzanak még. És azt is mondja, hogy te is menjél, mert hát ugye tegnap... Szerintem nem. Szerintem, hát azt már az ugye az a alanyra bízza. Hát jó, de tegnap este voltunk együtt a Jánnyal, és akkor most fölhívom, hogy ma este is legyünk együtt, és azt mondja, hogy van egy... Hát megkapta, meg igen, ma kapta meg a leleteket, igen. Na nézzük végig akkor ezeket a mondatokat részletesebben, illetve mindenki gondolkozzon, hogy volt-e olyan párja, pasi nő, akit nem tudott lerázni egy éjszaka után, és már valamiféle különleges kifogást kellett találni, mert a pasi vagy a nő eltántoríthatatlan volt, és mindenféleképpen akart még egy éjszakát. Ugye a pusztán felszívódás ott az egy egyértelmű jel. Tehát egy nő neked nem veszi fel a telefont egy szex után, az éjszaka után, az egyértelmű. Hát túl jó voltam. Meg hát hogy annyira jó volt, hogy nem akarja ezt még egyszer átélni, mert fél, hogy beléd zúg. Igen, nem, inkább nem veszi föl többet. Igen. Hát ha már ugye másnap, vagy még aznap este elkerüli azt, hogy megadja a telefonszámodat neked. Tehát hogy elkezd már ott. Mert ugye, oké. Okay. Tehát, hogy most arról beszélünk, hogy nem veszi fel a telefont, nem tudod elérni, stb. De akkor már megadta a számot. De az első lépés az mégiscsak az, hogy már a számot sem akarja megadni. Na jó, de tételezzük föl, hogy ha már szex van, akkor azért már úgy kerültetek ágyba, hogy tudod a számát, nem? Tehát, hogy nem egy diszkóba rángattad el, hanem mondjuk volt egy randi, és tök jó, elindult valami nagyon jó, volt valami kémia, de annyira bűrosz volt ez az éjszaka, amit együtt töltetek valamelyik fél szempontjából, hogy effektíve nem akar vele többet találkozni. Tehát tudja a számodat, csak nem teljesítettél úgy, ahogy kellett volna, és nem akar. Nem akarja megadni. Ezért elegánsabb az, hogyha például az egyik kollégádnak a számát adod meg. Sokkal jobb. Szerintem korrekt. Igen. Hogy ha már megvan a számod, és nem veszi föl mondjuk ötször, akkor egy idegen számról hívni. És ha azt fölveszi, akkor szintén nem. Nem, de mégis az. Tiszteltó tessék. Igen, az szép. Igen, a Titus számát adjuk ki. A második helyet nézzük meg, inkább folytatnám a korábbi kapcsolatom. Ugye ezt se akarod egy éjszakás kaland után hallgatni, akivel mondjuk szeretnéd komolyra fűzni, vagy oda vagy a csajér, fölhívott, hogy akkor legyen majd újabb randi, és azt mondja, hogy hát köszi, nem. Ennek sohasem örültem, amikor ezt mondtál. Nem? Hallottál ilyet sokszor? Nem, hát próbáltam egy fellapozni így a múltamat, és értem, basszus, tényleg. Mi volt, hogy nagyon tepertél a csaj után? Nem, túl jó vagy hozzám, János. Igen, nekem te túl jó vagy. János, akkora gyönyört adtál, hogyha félek, még egyszer kinyitod nekem a gyönyör kapuját, beléd szeretek. Igen. És általában te miket hallottál, milyen kifogásokat, vagy mi volt? Nem volt semmi. Nem volt semmi? Imádom, hogy rárepültél rögtön. De csak kérdezem, hát próbálok valamit csinálni a dologból. Ez. Hogy? Ez a maradjunk inkább barátok. Ez volt? Aha, igen, az a legkellemetlenebb. Amit nem jó hallani egy nőtől, az a mondjuk egy szex után, nem, az a maradjunk inkább barátok. Pasitól hallott. az se rossz egyébként. Maradjunk inkább barátok. Hát nem tudom, hogy nekem valaha mondta valaki ezt a mondatot, de szerintem belebetegedtem volna. Ez szörnyű. És mivel ráztak le régen? Tessék? Mivel ráztak le? Balázs. Ha még egyszer átjössz. Se szeretőnek, se pasi, barátnak inkább hagyj. Balázs, ha még egyszer átjössz, és ugyanazt okozott, mint tegnap, nem szállok le rólad. Inkább ne gyere többet. De őszintén. És akkor nem jöttem. Nem, ilyen esetem effektíve nem volt, azért kérdezem. Hogy túl jó vagy nekem. Olyan volt, hogy én valakit leráztam. Jó, akkor fordítok. De csak hogyan csináltad? De hogy nehogy éppen nem így beteg gondozom, hogy szörnyű, annyira megjelentek a bonzsúr cseppek. Sajnos. Nem tudom, valószínűleg nem veszed föl, vagy nem reagálsz, vagy megpróbálod valahogy elmismásolni. Szerintem a legrosszabb duma ez a túl jó vagy nekem. Az nem, nyilván nem, az nem, nem. Az egy éjszaka után nincs olyan hülye, aki ezt benyalja, hogy fölhívsz egy csajt, akivel te előző este együtt voltál, és azt mondja, hogy fia, annyira jó vagy, hogy túl jó vagy nekem, ne találkozzunk. Hát ez ilyen nyilván nincs. Tehát ez a dolog, ez nem létezik. Ne roncsuk el a barátságot, az milyen duma például? Hát ugye ezt is sokan használják. Hát ha sose voltatok barátok, és egy ilyen egy éjszakáskor ne roncsuk el a barátok. Nem, hát tegnap este ismerkedtünk össze. Ja, akkor Igen, hogy de hát azt mondja, hogy ugye megtörtént az egy éjszakás kaland, és azt gondolja, vagy azt mondja, hogy akkor jobb lenne visszaállítani az eredeti állapotot, mondjuk ha egy-két hétig már előtte, mint a haverkodtatok. Ha mondjuk vagy sose rosszabb barátot, mint aki időnként lefekszik veled, hát, csak egy fel arra van mutatod, nem? Maradjunk továbbra is barátok. Hát ha neked ez a barátság, akkor A terhes vagyok az exemtől, azt se akarod nagyon hallani. Nem. Nem? Nem. Ugye? Nem, mert akkor már valószínűleg tegnap este is terhes volt, ugye? Elképzelhetőleg, és akkor az már olyan... Azt nem biztos, hogy akarod hallani. De tényleg van az a típus, aki egyébként ugye nem bírja elfogadni, hogy nem volt jó az az adott éjszaka, és
és valahogy nyomul. Nem? Hát de... Van ez a levakarhatatlan típus. De ugyanakkor meg az első éjszakából levonni komolyabb következtetéseket, az olyan... Hát ott valószínűleg nem az első éjszaka, ott a személyeddel van baj, mert igen, az első éjszaka után még finomodhattok, összecsiszolódhattok ti, lehet az még jó, szokták volt mondani, a véletlenül rosszul sikerült, de hogy ott a személyeddel van baj. Csak azt nem értem, hogy miért nem lehet azt mondani, hogy figyelj, tévedtem, kicsit túl sokat ittam, te keveset. Igen, nem voltunk egyenrangú partnerek. De nem mondod meg neki alapjáról, hogy nem akarod megbántani. Nem? De most a hazugság szebb, jobb hazugság? Könnyebb. Meg nem veszebb vagy. Ez könnyebb. Hát vagy kinyomod, ez meg olyan, tehát olyan... De ki az, aki azt mondja, hogy figyelj, szörnyű volt. Ne haragudj, azt kell, hogy mondjam, szörnyű volt, soha a büdös életben ne hívjál többet. Tehát és szerintem nem más férfit se hívja, annyira és szerintem volt. Senkit ne hívjál föl, és szerintem ne gondolj többet a szexre, és szerintem eszedbe ne jusson soha többet senkivel szexre, annyira rossz volt. Tehát ezt nyilván senki nem mondja meg, tehát elindul a pasim van, csajom van, tehát elindul a terelés. Tehát a britek nem hülyék, ezt Magyarországon se csinálják. Régen volt egy nő, akivel rossz volt, megmondtad neki másnap? Nyilván nem mondtad meg. Na persze. Ugye? Aha. Hogy figyelj, hát ne haragud. Ez egy vicc. Bármi, bármi, csak a szexet többet nem. Nem? Hát ezt így nem mondod el. Nem, de ugyanakkor a tehát, hogy mégiscsak hazudsz. Tehát abban a pillanatban az jobb, hogyha hazudsz neki. És akkor bejössz ezekkel hát a izékkel. Magadnak jobb, hát könnyebb, jó. Persze, hát neked a saját, az a hazugság mindig a saját helyzetünket könnyítik egy kicsit meg. Tehát itt nem azért hazudsz, hogy neki most jó vagy rosszabb legyen, hanem azért hazudsz, hogy neked könnyebb legyen, de nem akarod megbántani. Nem, Juli? Hello! Sziasztok, fiúk! Az a baj, hogy ti azt hiszitek, hogy azért rázza le, mert rossz a szex. Hát nem feltétlenül azért hanem rázza le. Jó? Jó lehet a szex, csak nem akar komoly kapcsolatot. Na, de akkor elvitte, megcsinálta, hazaviszi, aztán viszont látásra. Hogy parancsol a kedves, hogy ha elvitte, megcsinálta ezt? Igen, és utána hazaküldi, vagy lerázza. Én engem nagyon sokszor ráztak le. Ne, tényleg? Igen, és mi volt a duma? Hát az egyik kedvencem, de hát az felért egy tökörugással, amikor hajnalán kikelt mellőlem a pasi, és így álltam, hogy mi a túró van, és mondta, hogy hát akkor ő megy. És mondom, miért mész? Hát mert otthon várnak. És így álltam, hogy mi csoda? Aha. De hát te itt laksz. Tehát 20 éve együtt vagyunk. Tehát hogy ez a pasi, ez minden este ott volt azon a szórakozó helyen, hát úgy nagyon úgy tűnt, hogy nincsen senkie. És akkor azt mondta, hogy hát, hogy együtt él a volt feleségével, és hogy nem akarja nagyon bántani. Aha. Tehát, hogy ő most hazamegy, hogy azt higgye, hogy ő csak sokáig volt ki, de nem ott aludt valakinek. Aha. Úgyhogy ez volt a kedvencem, de én az a fajta voltam, aki egy ideig SMS-et küldözgetett, meg úgy néha... Mondjuk ezért visszakérdeztem volna, hogy nem akarod bántani a feleségedet, te pronyó, hát most feküdtél le velem. De figyelj, de volt felesége, érted? Aha, ja, de hirtelen beugrott neki a volt feleség. És hogy egyáltalán ott aludt, vagy hajnalba ment el. Elaludt mellettem, majd aztán felöltözött és elment. Uh-huh. De hogy, tehát, hogy én egyébként halálszánamos voltam ilyen szempontból. Mi, nyomultál utána SMS? Igen, ennél a pasasnál pont nem, mert itt tudtam, hogy itt esetleg valaki más felveszi a telefont, az tök ciki, és nem akartam bekavarni szegénykémnek az életébe. De hogy igen, én küldöztem. De is sátrat vertél a lépcsőházuk elő? Hát nekem nem volt... Nem egy másik sátrat vertél, de... Nekem volt olyan, hogy én lent vártam a lépcsőházban. A pasit nem, azért, hogy fölmenjen, hogy otthon... Megnézze, hogy otthon van-e a barátnő. És közben ti pedig... Nem, én lent vártam, hogy zöldjelzést kapok-e. Atya is, te Juli, neked van ilyen, neked ilyen nekem életed? Volt, ilyen, nem, nekem volt egy ilyen időszak, amikor azt gondoltam, hogy nekem mindenképpen van, kell valaki. 16-28-ig. Atya is. Nem, ez egy körülbelül egy ilyen év kerested volt. Kerested az igazit, ezt így mondják. Hát én nagyon kerestem. De nagyon ennél kellemetlenebb nem volt, ugye? Most nyugtass meg, te nem volt olyan, hogy valaki feljött és megkérdezte, hogy Juli, te is viszketsz. Micsoda, hogy Juli, te is viszketsz. Ilyen nem volt, ugye, hogy valaki rácsörgött. Nem. Hála jó Istennek, nem. Nem, nem, én küldtem az SMS-eket, néha felhívtam telefonon, akkor azt mondta, hogy most nem ér rá, akkor mondtam, hogy jó, akkor várok, és akkor ültem a telefon mellett, és hogyha egyet berend, akkor már így rárepültem. Na jó, de szóval akkor belezúgtál, az más. Én mindig akkor... mindenkibe belezúgtam. Igen, veled egyszer lefekszik valaki, és belezúgsz. Tényleg? Milyen romantikus vagy? Aranyos, ilyen kis hájlelkedve. Létszínelőjétek le az SMS falunkat, ne írjatok! Nem jelentkeztek, férjes asszonyról van szó, két gyerekkel. Ennyi. Igen? Én nem tudom, nektek ez működik így szerelem nélkül állítólag, én nekem nem ment. Ja, tehát gyorsan szerelmes lettél, és már jöhetett. Én azonnal szerelembe estem, és azt gondoltam, hogy ő is, és hát ezt aztán egy csomószor. Ja, gondolom, akkor ez még, amikor fiatal voltál, nem? Tehát a csajok azok, amikor fiatalok, akkor beleszte... Miért most öreg vagyok? Tessék? Hát nem, hát...
nem. Mennyi vagy? Hány éves vagy? 34. Hát nem vagy már fiatal, de nem vagy öreg, nem? Ne, a hát a férjem előtt, de hát most már nincs miről beszélni. Igen, tehát a csajok tényleg egyébként így nyomják sokszor, tehát ők akivel kicsit lefekszenek, abba kicsit már bele is zúgnak. Tisztelet a kivételnek, nem? Ebből a szempontból a pasik könyörtelenebbek tudnak lenni. Én nem találkoztam még, azt mondják, hogy vannak olyanok, akik így tartanak itt pasit maguk mellett, akik tehát így használnak, meg hogyan. Szóval, hogy ez szokott működni. Én még soha az életben nem találkoztam olyannal, aki így összejár azért, hogy le legyen nullázva, és utána aztán mind a kettő hazamegy, és mennek a dolgukra. Nem ismersz ilyet? Én nem. Bemutatok egyet-kettőt. Nyolcat tudnék azonnal mondani az ismeretségi körömben. Na szóval engem le kellett rázni. Szerintem egyébként ezzel követted el a hibát. Tehát, hogy ezt érezték rajtad, hogy te ez a ragaszkodó típus, ez a kicsit szerelmes leszek mindenkivel. Attól a csajok, attól a pasik menekülnek, főleg akik menekülnek. Egy éjszakás kalandot keresnek. Picit lettél volna távolságtartó, picit lettél volna dívább. Persze, egészen máshogy csinálnám. Ők koslottak volna utána. Igen, de például állítólag a férjem azért, hogy is mondjam, ebbe a tulajdonságomba szeretett bele, hogy ott volt utána egy csaj, aki hazament, és rendbe rakta a szobát, és otthon teremtett, és azt látta, hogy jé, egy nő, aki, hogy is mondjam, elkezdte értékelni a többi értékemet. Aki tudja párosítani az opnika. Így van, pontosan. És olyan volt, hogy te palitráztál, hogy nem akartál vele többet lenni? Soha. Akivel szexeltél, az a lenni akartál? Hát ez könnyű eset vagy, ez jó ebből a szempontból. Na de mi? Hát én ott voltam, tálcán kínáltam magam, és azt gondoltam, hogy hát de nem, de most... Nem rossz. Igen, de azt gondoltam, hogy nekem van egy... Ott voltam, hogy tálcán, valaki dugja már meg gyerekek, hát ezt nem hiszem, hogy senki nem dug meg. Figyelj, de úgy voltam vele, hogy... Sziasztok, nekem... Kimab, úgy rajta nincs. Nekem volt egy csomó plusz értékem, és azt gondoltam, hogy nyilván, tehát hogy én felcseréltem a sorrendet. Én azt gondoltam, hogy először ágyba kell feküdjek valakivel ahhoz, hogy utána a többi igen, értékemet elkezdje értékelni, meg megismerje. Közben én nem jöttem rá arra, hogy ez úgy történik, hogy először szeressem meg, és utána bújjak vele ágyba. De hát, na most igen, az összes volt pasid, elkezdte keresni a régi számodat. Sajnálom, de ez a hajó elment. Gyorsan visszaírok neki. Igen. Na jó, nézzük meg akkor, hogy ki hogy próbálta lerázni a levakarhatatlan. Nem azt mondom, hogy exeket, olyan kapcsolatokat, ami vagy azért, mert nem működött jól az este, vagy azért, mert nem akart tőle többet, ki hogy nyomult, és ki milyen dumával próbálta leépíteni egykori kedvesét. Jó SMS számunk változatlan 06 745 0000. Jövünk a hírek után. 349 lesz pontosan 1 perc, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Arról beszélgettünk, hogy a britek lekutatták állítólagosan, ugye, hát ezek mindig ilyen állítólagos kutatások, hogy az első együttlét után a britek nagy többsége nem meri szemtől szembe megmondani a párjának, hogy miért nem akar vele többet találkozni, hanem különböző kifogásokat találnak. És összeszedték a leggyakoribb kifogásokat, ugye nem veszik fel a telefon, tehát ez nem is kifogás, inkább egyfajta menekülés, a toplista másodikén az inkább folytatnám a korábbi kapcsolatomat, nincs nagyobb tördöfés, tehát ennél rosszabbat nem tud mondani egy nő, mármint nem tudsz durvábbat hallani, de arra úgy nagyon jó volt, de inkább folytatnám az exemmel, mert szörnyű. Mert ő egyébként ebben a pillanatban próbál meg valami nagyon jót mondani, hogy igen, hogy nem akarok csalódást okozni az exemnek, vagy a régi kapcsolatban, de végül igen, is de ez a sztori, ez arról szól, hogy leteszteltelek, nem voltál annyira jó, igen. Mint az igen. Előző. Teres vagyok az exemtől, ez is még egy kifogás, illetve ugye a valamilyen fertőzésre hivatkozás. Ja, ez hát ugye az már legoljabb. A legkönyörtelebb ugyanakkor, ne haragudj, igen, remélem, hogy nem, de nekem nagyon, úgyhogy soha többet ne találkozunk. Ezek a kifogások, és ugye arról beszélgettünk, hogy itthon nálunk ki mit mond az egyészakás kaland után, vagy akkor, amikor nem akar többet, hiszen nem csak egyészakás kaland lehet, hanem csak egyszerűen ugye nem akar kapcsolatot, és nem azért rázza le, mert rossz volt, hanem mert egész egyszerűen nem szeretne többet. Jöttek jó hozzászólások, nagyon sok SMS kaptunk, rengeteg hallgató írt, kellemesen eltöltött éjszak után reggel kérdezi a leányzó, hogy mit csinálunk ma? Ugye? Hát milyen pozitív gondolkodás, igen. Mondom neki, te most felöltözöl ott az ajtó, én megalszom tovább. De szép. De legalább őszinte. Könyörtelen, de őszinte, igen. Egy éjszakás kalandnak indult mindkettőnknek, azóta nem tudunk nem szexelni, jobb, mint otthon, ez van, ne hívjatok. Hát valaki kicsit máshonnan közelíti a témát, de egy nagy bevallás, igen. Saját fülemmel hallottam, hogy két pasas vesészte, hogy dobja a csaját, erre végül megszólalt az egyik. Légy férfi, és ne hívd többet. Aha, de szép. Igen. Szex után folyamatosan hívogatott a srác, nem értett a szép szóból, egészen addig, amíg közöltem vele, hogy bocs, de rájöttem, nekem apa komplexusom van, többet nem keresett. Andi, üzente ezt nekünk. Ez, bocsánat, hogy visszatérek az előző SMS-re, de ez a légy férfi, és ne hívd többet, ez nekem tetszik.
ez úgy rázza le a férfit, hogy közben a férfi hiúságára épít, és ne, tényleg, ne, ne, de várjál, nem, két férfi beszélgetett. Két férfi beszélgetett, és az egyik férfi mondta a másiknak, hogy ne hívj föl többet a csajt. Hogy te legyél. Férfi, ne hívj többet. Mert nekem ez tetszett. Aha, tehát ha egy csaj neked azt mondja, hogy légy férfi. Azt mondja, igen, hogy azért álljál már sarkadra, legyél már férfi, legyél már maszkulin, legyél már, érted, a teremtés csodája, azt vedd már észre magad, ne alázd már meg magadat azzal, hogy hívogatsz engem. Legyél már büszke. Ebben azért benne vagy van, hogy eddig viszont nem voltál férfi. De jobb a semminél. Ja. Meg igen, de ez egy kis tökös. Ilyen szex volt, ne hívj többet, légy férfi. Nem? Szerintem ez jól valami. Igen. Egy éjszakas kaland után, másnap este, amikor hívott, szobafogságban voltam. 21 évesen. Pont, gondolom nem hitt el a csajt. Nekem 3 évig szabadidő partnereim voltak, szex minden mennyiségben, kötöttség nélkül, előre lefektetett szabályokkal. Ha volt, hogy a pasi belém szeretett, azonnal leléptem. Írja Linda. Aha. Nekem a lány 2 nap után mondta, 2 nap után, hogy máshogy alakult az élete. De haragudj, teljesen máshogy alakult az életem ez alatt a 2 nap alatt, amíg nem beszéltünk, igen. Nekem a végén anyukám vette fel a telefont, és közölte a sráccal teljesen nyugodt hangon, hogy a vőlegényemmel vagyok. És akkor többet nem hívott, írja Rita. Ja, mama megmentette a kislányt, aha, és mondta, hogy a kislány a vőlegényével van, igen. Igen. Csaj mondta nekem, hogy legyünk barátok. Erre mondtam neki, ha barátot akarok, veszek egy kutyát. Igen. Nekem is volt ilyen, azt mondta, Győrbe kell mennie, mert pöttyös lett a kukija. Oh. Mondtam neki erre, hogy örüljön, végre látható lett. Szép. Na ez a nemes bossz. Ezt Bea küldte nekünk. Köszönjük szépen. Még nem hevertem ki az előző kapcsolatom, most csak sodródom az árral. Ez a leggenyább, írja Szücsi. Aha. Igen, az exekre hivatkozni és úgy leépíteni a csajt, az nem korrekt, igen. Van valaki, akinek ez mindig bejön. Külföldön dolgozom, és reggel hívtak, hogy vissza kell mennem, ez eddig mindig bejött, írta nekünk egy hallgató. Megtörtént eset, lány és én romantikus este Kecskeméten, majd haza hozzám, eszméletlen szeretkezés, majd egy kérdéssel agyonvágva, elveszel feleségül? Kicsit gyors. Ekkor én lementem pizzáért, mert megéheztünk, ez volt 5 éve, azóta viszem a pizzát. Igen. Gyerekek, azért egy első ismeretség, első szex, jó szex, tehát amit nem akarsz hallani, az a mondat, hogy elveszel feleségül. Tehát amitől a szőr feláll a hátadon, és menekülve csapod be az ajtót, gondolj bele, nem? Ez ott jó, és a humorod évesen is jó. Gyere még egy menet. Olyan jó volt veled az ágyban. Elveszel feleségül? Hát ez minden pasi elmenekül. Lehet egyébként, legalábbis az első, hogy a csaj, a Ricsit így, ő is ki akarta rúgni a Ricsit. Egyébként lehet, igen, ő lement pizzáért, addig a csaj se volt már ott. Igen. Ketten menekültek egymással. Lemenni pizzáért? Nem, ez volt a mondat. Elveszel feleségül? És tudta, hogy ettől a Ricsi megijed és elmegy. Nem, egyébként, hogyha tényleg ez volt a sztori, akkor jó. Igen. Van, aki ezt a dumát nyomta. Apámmal a nyárra terpe vettük a kerítés festését. Nem fér bele most egy komoly kapcsolat, ne haragudj. Mekkora duma? Nem? Ne haragudj. Édesapámmal festjük a kerítést. Nagyon nagy meló. Most nem fér bele egy komoly kapcsolat. Figyelj, most állunk neki az új emésztő ásásának. El leszek foglalva a hetekig. Igen. Ez tetszik. Ez jó. Igen. Rájöttem, hogy nem kapcsolatra, hanem magányra vágyom. Írja Peti, aki ezt kapta SMS-ben. Szép azért ez is. Nem kapcsolatra, hanem magányra vágyom. Nem akarod hallani egy nőtől. Igen. Igen. Na jó. Oké. Ezek voltak az SMS-ek. Jött még egy-kettő, csak az a beolvashatatlan kategória. Viszont Vastag Csabi ebédel, illetve nem, reggelizik. Úgyhogy felhívjuk, hogy mi a helyzet a reggeli. A Valentin napi ajándékunk, ami drága hallgatóinknak, az, hogy Csabi elvitt. Ő azt gondolta egy nőt reggelizni, aztán kiderült, hogy egy ötyeklubot vitte reggelizni, ugye, a mi hallgatónkat, és az ő barátnőit, ugye? Aha, így van, Erika a Nagyi, valamint a kapcsolt részek. Igen. Igen, Erika nagyon gyorsan kapcsolt, és azt mondta, hozhatom-e a barátnőimet is? Ha. Csabi úriember volt, nyilván nem tudott ebből kihátrálni, mondta, hogy igen. És 4 vagy 5 elmentek reggelizni. Csabi fizet? Hát ő minimum, hát ő a meghívó. Csabi egy úriember, a szerelem hercege, ugye ő szerintem nem fog elmenekülni a számla elől. Igen, ez egy ilyen pót-valentin napos kis reggeli.
Csabi itt van velünk. Hello Csabi, jó reggel, szia! Hello, jó reggel. Szia! Teljesen készen vagytok. Ez nagyon... itt vannak a hölgyek, és nagyon aranyosak. Itt már reggel óta itt katalázunk. Tényleg nagyon nagy bulival. Na, mikor indult a reggeli? Hány órakor találkoztatok? Hányokat találkoztunk. Bár másodt, lealkítjuk a rádiót egy picit, várjál, mert kicsit más a ritmusa a dolgnak. Tehát itt vagyunk már egy jó ideje, itt mindenki megette, amit megtudott, és tök jól elbarátkoztunk itt. A hölgyek nagyon kedvesek, nagyon aranyosak, különböző korosztályban, de hasonló szép különben és hozzáállással. Mindenki téged akkor? Vagyunk itt most. Tényleg teljesen kész vagyok tőlük, nagyon aranyosak. De tegeződtök már, ittatok egy pertút, gondolom már összetegeződtetek, ugye? Egy pertút narancslé már megtörtént, így reggelizeg itt. Majd egy mentes víz. Fia, hányan vannak? Hány barátnőjét vittál, Erika? Hárman vannak. Egy teljes full kozmetikai különítmény, fodrász, műkörmös, valamint kozmetikus szakágakban, úgyhogy tényleg zseniálisak. milyen jól szórakoznak. Adod Erikát egy picit nekünk? Adod, hogy látszott. Köszi. Hello! Jó reggelt! Jó reggelt! Na, milyen a reggelim? Szuper! Ne tudd meg, egy hatalmas rohanás után beestünk, és isteni finom. És a Csabi meg egy klassz srác, úgyhogy nagyon jó kis partnerünk van, úgyhogy szuper, köszönöm. Úri ember, nem matat az asztal alatt, nem próbált hozzásimulni a lábaddal, vagy a nem lábával tudom, a lábadhoz? Nem tudom, szembeülünk, nem velem kekeckedik. Ki van még ott évszerű? Nevezd meg a barátnődet, kik ők? Zsófi és Évi. Zsófi és Évi és Erika együtt reggelizünk. Így igaz. Na, és mi a reggeli, vagy mit rendeltetek? Vagy mit én hemendexet ettem. A többiek meg mindenféle földi jót, ne tudd meg, Camembert is felvágottak, csudi vésli is van. Nagyon. Egyébként most látom, úgyhogy... A nagyobb, hosszabb, kicsi frankfurti? Melyik kis vésli? A nagy hosszú. Figyelj, és kicsipték magukat a csajok? Tehát mindenki csinos, mindenki parfümben. Természetesen, ne tudd meg, az összes minkünk le a rohanásba lement, úgyhogy hiába vagyunk szépek és fiatalok. Korai ez a randi szívem. Csabi mikor ébredt? Az érkezésedek után mennyivel? Nem, ő már itt várt minket tárt karokkal, úgyhogy... De rendes, hát akkor igazi úri ember. Jól van. Igaz. Úri ember, nem csipész. Rendeljetek akkor sok mindent, jó, ne felejtsétek. Köszönöm. El. Csabi fizet, úgyhogy ezt azért tessék kihasználni. Én csomagoltam is. Valamit nyugodtan csomagoltassatok, abszolút. A koncertre már meghívott benneteket? Meg. Uh-huh. Legalábbis most mélyen a szemébe nézek, és határozottan meghívott, igen. Várj, add vissza a Csabit, akkor légy. Adom szívem, adom. Köszönöm, puszillag. Na itt vagyok, meghívtam a lányokat a koncertre. Meghívtad? Akkor amiben maradtunk, hogy ez a Robbie Williams és a színpadra felhívod, és valamelyikkel csókolóz a lényeget, akkor ugye ezt is tartod. Fú, hát én nem hallottam, hogy ezt is megbeszéltük, de ez ilyen jó reggeli után ezen már nem újon szerintem. Nem, erre a menedzsered bólintott. Igen, ezt nem tudom, erre az Andor mondott. Ott van az Andor, és már meg is beszéltet, de fogadjuk. Igen, ő itt áll, és már nagyon bologat, és azt mondja, a hüvelykujját mutatja felfelé, hogy így van, Csabi, mindent meg kell csinálni. Szóval ilyen, hogy a lányok igazából reggel is szépek, nem csak este, erre most rá kell, hogy eszméljek, úgyhogy ilyet csinálunk majd máskor is, ez egy tök jó dolog. Jó, vidd el őket akkor a koncert, és nagyon drága vagy akkor, hogy elvitted őket. Egy ilyen kis utó Valentin napi kis reggelire. Jó? Igen. Figyelj, küldj már egy képet magatokról, így valamelyik pincér, vagy valaki föltűnik a Facebookra, hogy lássuk a csajokat, jó? Hogy ülj oda te is, és akkor legyen egy ilyen nagy csoportkép a reggeliről. Jó? Jó van, oké. És köszönök mindent, a legjobbakat nektek is. Sziasztok! Csabikám, csókolunk! Ciao. Ebből nincs kibúvó. Nem, ezt meg kell csinálni. Megígérted, ott kell lenni. Menni kell reggelizni, el kell vinni őket a koncertre. Jaj, gyerekek, akkora szervezők vagyunk, imádom. Imádom. De olyan nagy organizátorok vagyunk, tényleg. De hát ő Csabi is tökéletesen nyitott volt erre a dologra. És én, ahogy így hallgatom őket, tehát ennél jobb a hangulat már csak akkor lehetne, hogy a Csabi a végén felugrál az asztalra, és ott elnyomná kíséret nélkül a Livin La Vida Lókát, mondjuk. És nem meg kellett volna beszélni tényleg, hogy kérjenek a végén még egy akapellát a Csabitól. Még azért tudtuk volna izzasztani a srácot. Hát mi szép lett volna. Igen. Na jól van, oké. Hármas ugrás, játsszuk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél.
akkor fuss neki. Halló, jó reggel. Sziasztok, jó reggel. Hello, Gergő. Gergő, honnan hívsz minket? Poroszlóról. Poroszló. Na, poroszló. Poroszló. Megörülünk mindenek, nem? Ami kicsit úgy mutatja, hogy ki tudunk innen szabadulni. Poroszló, mindennek örülünk. Mit csinálsz ott? Hát most jelenleg dolgozok. És pedig? Hát egy szikvízüzemben. Aj, Istenem, a poroszlói szikvíz, hogy... gyerekek. Hát... Hát a fröccsbe. Így hát van, onnan már csak egy lépés a fröccs. Igen, bizony, igen. Egy hosszú lépés. Nem jó ásványvízzel, gyerekek, csak a szikvíz. Bizony. Ahol ide drága, csak a szóda. Vagytok. Igen, igen. És mi a munkafolyamat, hogy mit csinálsz? Hát néha töltöm a szódát, néha pedig felújítom a flakonokat. Felújítod a flakonokat. Akkor műanyag ezek szerint. Igen. Műanyag. Persze, persze. Tradicionális üveges nincsen? Nincsen, nincsen. Ja, Istenem, beszerettem őket. Az. Milyenek a kérdések, Jani? Picit nehezítettem. Picit nehezítettél? Igen, jó, mert mostanában nagyon hasítottak a kedves hallgatók, és hát ugye a széles sávnak köszönhetően ez az általában azt jelentett, hogy vittek is mindent. Aha, igen, helyes. Picit nehezítsünk kicsit. Nem baj, Gergő, van segítséged? Nem beled kiszúrva, csak van, tényleg? Vannak itt kollégák. Na, jól van. Belevágunk akkor. Jó, így szól az első kérdés, Erikát nyakba akasztója. Melyik dél-amerikai nagyváros nevének jelentése jó levegő? Ez nem jött be. Jó, vagy az volt vagy. A trükk, hogy már az elsőnél kivéreztet. Mehetünk tovább? Mehetünk, persze. Így szól a második kérdés dedikált Egér alátét. Vagy szatyod. Hány feje volt Süsű apjának a Süsű a sárkány című bábfilmben? Három. Hasít, nem. Keményítened kell még jobban. Most. Kiküldt át a kérdéseket? Jó, legyünk őszintén, azért ez annyira nem volt nehéz. A Süsű ült ugye hát az egyszerűen kivétel a kétszűrűt, és az apja kitagadta. Nem? Hát a három fejű és a nagypapa volt hétfejű. Igen. De hogy egy bizonyos korosztály számára, ez teljesen nyilvánvaló. De. Igen. Na mi legyen? Neki menjünk a harmadik kérdésnek, vagy esetleg megállsz, és elviszed a most megszerzetteket. Csak mondom, hogy mostanában a Bunsoffer nem ad. Menjünk tovább. Jó. Így szól a harmadik kérdés sapkáért. Mi volt Victoria Beckham művész neve a Spice Girls-ben? Fú. Ugye, hogy meg kell állni? Hát ott már vannak viccelek. Hát, hát egy kis segítség? Volt neki. Korrekt volt. Mindig tudtam, hogy rendes ember vagy. Figyelj, nem kell. Harmadik kérdés, gyerekek. Az elsőnél oké, másodiknál is egy kicsit. Csak azt akarom mondani, hogy mindegyik hallgatónk nem segíthetünk. Na? Nem tudom. Nem tudom. Ez egy nehéz kérdés volt. Posh Spice, ez volt az ő neve. Posh Spice. Mindegyiknek valamilyen Spice neve volt, hogy volt közben Sporty például. Nem tudtam volna. Hát. Volt Melanie B, Melanie C, volt a Posh Spice, volt a Ginger, vagy a Jerry Halliwell, Jerry B, vagy mi volt, Lucky C, vagy nem tudom. Lucky C? Vagy MC, vagy BC, vagy mi volt. Melanie C, a Melanie, a egy rohadtul mindegy, de tök mindegy. Na, Posh Spice, ez a lényeg. Így van. Miért keverem magam bajba? Nem tudtam volna. Nem, Gergő, ez nem volt könnyű. Bumoz egyet, hát ha ott a szikvízbe besegítenek, vagy ott a szikvíz üzemben valaki segít, jó? Mehetünk? Jó, lehetünk. Ennek az ajándékcsomagok, figyelj, tiki-taki. Bum! Te betárját, de jónak tűnik ez a bum. Ez jónak néz ki. Jónak néz ki. Csecsek is bum volt. Hát, az indítás, az. Nálam nem. Nálatok? Nálam se. Jani, adod? Szomorú mondom, de nem. Nem villog a rohadék. Búcsút veszünk, ami nagyon fájó. Jól van. Sziasztok. Elkeseredtél? Nincs harag. Nincsen. Úgy hallom, kicsit elkámpicsorodtál. Játsszunk majd még, jó Gergő? Jó. Köszi. Jó munkát nektek, ciao. Jó napot, sziasztok. Szia Gergő. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Nem viszed el ezt az IT sokhoz? Nem hangolsz egy finomat ezen a szoftveren? Te hát úgyis szeretnél, a Gyulának adjuk már oda. Ebben az évben egyszer.
találtam. Konkrétan, és lassan március van. Igen, hogy legalább az 1.1-es frissítés legyen már. Valamit tegyetek már rá, jó? 9 óra van pontosan, jönnek a hírek, aztán Kassa TV-vel folytatjuk. 9 óra 13 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és M3-as Budapest felé 129-es kilométernél trafiznak. Mindenki figyeljen, és menjen lassan. Köszönjük szépen. Fehérváron a Budai úton kint áll egy lesifotós, ezt Poszka küldte nekünk, valószínű ő is rendőr. Balaton-Szentgyörgy területén szintén trafiznak, ezt Bír 69 küldte nekünk, és M3-as Budapest irányában a 130-as és a 131-es kilométer között mérnek a rendőrök a ködben, majd a 105-ös kilométernél szintén lavina, írja valaki. Adművelet. Lavina veszély, gyöngyhalász küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Sok a trafi. Hát. Éveleje van, igen. Azért még nem lehet tudni, hogy mire kell majd később. Uránra vagy ilyesmi. Kell a központi költségvetésbe, igen. De tényleg sok van, úgyhogy mindenki figyeljen. Csabi hívott minket, hogy mondta a mamiknak, hogy kéne egy fénykép, és megkérdezték, hogy Csabikám, álló vagy fekvőkén? Jó arcú. Úristen, de jó fejem. Gondold, de ott hármuktól mit kap? Csabi a kis, ilyen, tudod, ilyen kis aranyos, kedves, ilyen mindenkivel ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon édes, nagyon-nagyon kedves, hát szerintem szétszedik. Tehát rommá szivatják. Csabi az ideális popstar, mindenkivel nagyon-nagyon kedves. Természetesen Tibit leszámít. Mert ő ideálisabb. Természetesen, igen, ő még ideálisabb. Kisbéri Székesfehérvár felé fát vágnak, az útra döntögetik a fákat, itt átcsorgunk. Ez a 81-es főúton van, Akrobata küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, kedvan, ez azt jelenti, hogy megjött hozzánk a Szatibi. Minden kedden a Hungária és az Ünnői Sarkán egy titkos társaság találkozik. Ők a Fantasztikus Négyes. Vezetőjük nem más, mint a páratlan tenor, kinek hangjára lúdbőrözve ébred az ország. Sebastiano Palazzo. Velük tart az olasz konyhanai mestere, Ragazzi Feri. És a nyughatatlan kalandor, aki bejárta az egész világot a 4-es-6-os vonalán. Vadon, Indiana Jones. És akivel teljes lesz a 4-es fogat, a főnyeremény, a Jolly Joker. A férfi, aki igazán szeret, ő nem más, mint Tibi! For President! Tibi! Kakasza Tibi, kakasza Tibi, ma. Hello Tibi! Nagyon örülök, hogy végre látlak benneteket, ugye a közösen eltöltött jó kis koncertes este hátul után, ugye? Hátul voltunk nagyon. Mert azon állok a zenekarral a klubkoncert előtt, és mondom neki, hogy gyerekek, még nem kezdjünk be, nincsenek itt a Balázsék. Egy ilyen 50 perces csúszásban voltunk, amikor kezdtem kiszólni a függöny mögül, fiúk, rohadtul nem vicces. Hol vagytok? Ez már nem vicces. Ez már rohadtul nem vicces. Jani lehet, hogy hátul van, de Feri hol van? Be kellett, hogy kezdjünk úgy, hogy nem voltatok ott, de a jelenléteteket végéreztem, tehát az energiát, hogy bárhol is voltatok az országban, velem voltatok lélekben, támogattátok is. Tehát jól sikerült. Igen. De olyan szomorú voltál, hogy lassú szóval számmal indítottátok? Tehát rohadt jó volt. Igazából rohadt jó buli volt, tényleg ennyit akartam a dologhoz hozzátenni. De kamusztunk, ígértük, hogy megyünk, nem? Ugye említettétek, hogy jöttök. Tehát, hogy azt a... Nem. Az a baj, gyerekek, már a múltkori adásban is tök őszintén megmondtam, hogy az a Dobrádi koncertem, úgyhogy bocsánat, higgyetek el, hogy nagyon mentem volna. Ez egy magányos este lett, a Dobrádi is az én koncertemben volt egyébként. Tehát akkor az ő buli az nagyon magányosan mehetett. Rohadt életben kaptam két Dobrádi jegyet, el kellett mennem. Akkor téged rútul megszívatott. Igen. Én CD-n hallgattalak otthon. De korrekt vagy. Főleg azért, az nincs. Szóló CD még nincsen, csak dalok vannak. Figyú, viszont egy dilemmát szeretnék nektek feldobni, és döntsétek el, hogy hogyan foglalkoztok vele. Mert ugye 18-a van most, ugye? Jól mondom. A következő adás az ugye 25, aha, amikor ugye jövünk, és nekem pont 23-án van a születésnapom. Hogy akartok köszönteni? Inkább ma, inkább akkor, mert mind a kettőt tudom, vagy mind a két alkalommal kicsit. Teljesen egyértelmű, hogy jövő héten, már csak azért is, mert nem vagyok jövő héten. Igen, romagy. Abszolút Balázs. Egyértelmű, Balázs jövő nincs. Kedd. Balázs teljesen nincs. Egyértelmű nektek? Jó. Nem, én meg nem, úgy vagyunk vele, hogy szerintem igazából tapintatlanság meg, hogy rosszul is venni ki magát, hogy egy már mögöttünk lévő dologról megemlékezik, kicsit olyan lenne, mint hogy elfelejtettük volna. Tehát 48 órával később nem hozzuk már föl a születésnapodat, ami két nappal korábban volt, mert az tapintatlanság. Úgyhogy hagyjuk.
úgy emlékszem, hogy tavaly sem közöntettünk, hát akkor most minek? De hát, figyelj, mindig van egy kis halászjutka éneklés. Figyelj, én iszom az egészségedre egy koktélt, jó? Kint a part. Kint a kis part, azt mondja, ezt most a Tibiért, és akkor iszom még egy kajpirinát. De ne a Tibiért, nem haldoklom. A Tibiért iszom. Na jó, de jövő hét kedre még haldoklom. Lehetek rosszabbul, az tény, hogy jövő hétre lehetek rosszabbul. Iszom rád egy koktélt, és a családomnak is fizetek egy koktélt, jó? Meg a Benni is kap egy koktélt. És így mindenki rohadt jól járt, így van. Tehát így nekem is. És utána elmondom, hogy milyen finom volt a koktél, amit a te egészségedre fogyasztottam el. Rohadt jó. A születésnapod. Hát, de rohadt jól jártam. Jó? De jó, tehát akkor jó. Most nem akartok egy picikét így megölelte körbe egyenként. Így, hogy mondod, nem. Ugye? Annyira nem, hogy nem tudnám leírni azt az érzést, hogy mennyire nem. Te milyen lehet, ha te valakit igazán szeret? Tehát, hogy mennyire nem, arra nincsenek szavak, nem János? Tudunk rá szavakat találni, jelzőket? Annyira nincsenek szavak. Hogy figyelj, ezt én is felajánlottam, hogy a Balázs iszik rád valamit, én majd eszek rád valamit, ami rád emlékeztet, egy gyümölcskocsonyát. Félek, ezt te mennyire rohadék vagy. Meg se kérdezem, Feri mit fog csinálni a születésnap. Feri, legalább te legyél már jó arc. Én disznót vágok az örömre. De az a jó, elmentek ti most már. A Ferinek bármikor jön egy apropó, hogy leülhessen egy disznót, leül egy disznót. Na, nem? Nem? Hát most... Tibikém, Isten is, Volt a bulimon egyébként egy csávó, aki ott ünnepelte a születésnapját, nem tudom, a Kasszatibi klub koncertek olyanok, mint a Teli Hold a szülőnöknél, megszaporodnak a szülések, nálam meg a szülinapok, hogy, és kijött a csávó 30. születésnapját ült, és nézett ki a pofátlan rohadék egy ilyen 22-nek. Tehát ezeket szemét. Mindig, de ezeket, és egy csávó volt, kijött, mert láttam, hogy viszik ki a 30-as tortát, a gyerek nézett ki egy ilyen lázadó pubertásnak, tehát hogy... Engem mennyinek láttok egyébként? Tehát, mert most nem tudom, hogy tudjátok, napra készek vagytok a korommal, de hogyha tippelni kéne, akkor... 47. Te szemétláda. Mennyit mondanék? Aha. Várj, akkor... És elkezdtem, hogy benézz, látod, hogy ilyen csajózom, sem elkezdtem valami. Megnézz erre, kicsit jobban megnézz. Várj, behajolok egy kicsit, hogy... Hát, ilyen 35-nek mondjuk. Azok egyet mellé nyúltál. Na, fiatalabbnak látszom a koromnál, 36. Ha, az jó, arra, ja, 35-36 körülre tettelek volna. De ne 35-36 hozzá, most már 35-öt mondtál. De legyen már csaj, hát egy jól áll, ha idősebb, nem kell betolni az öregedést. Egy évvel fiatalabbnak látszom a koromnál. Te is olyan vagy, mint Erdélyi Monika, aki 10 éve 34. Ez leszel majd, Kassa TV 32, tudod. 26 évvel a Kassa TV 33. Egyébként, hogyha bedobok egy ilyen izért, tehát hogy ilyen csibészes mellírt a hajamba, akkor nem tűnök ilyen kicsit, még egy nyúkítesen nem tudom visszafordítani az időt. Tehát tudod, egy megjönnék egy ilyen mellírrel, az nagyon pánik lenne? Nagyon örülnék. Jöjjek egyet, egy ilyen laza, tudod, ez a nyúkízes, ilyen márványos mellír. Az a legkellemetlen, amikor egy tincs van fehérre mázolva, tudod, az a nagyon rossz, mint egy ilyen pigment hiányod lenne. Tehát egy tincs itt középen úgy mellírozta. Nyomassak egy olyat? Jó. Újra éljem a fiatalságomat? De egyébként elkezdtem most, és a párom nagyon bíztat egyébként ebben, most vannak ilyen, hogy tényleg elkezdte, hogy gondolom, hogy nagyon aggódik, hogy kezdek így lefele menni a lejtőn, és van arclemosó, éjjeli krém, reggeli krém, nem tudom. Kössél életbiztosítást. És legyen ő a kedvezményező. A másik, amit nyomat, hogy van egy kis tálkan, bepakolászok ki nekem reggelenként a vitaminokat. Tehát, hogy próbálj még így konzerválni. Még, nem korfüggő. Igen, csak nem tudom, gond. Egyre többen a kék pirula, tehát hogy látom azt, hogy most... az még lehet magnézium is, az még nem akkora baj. Standby viagrákat így. Az már akkor nagyobb baj. Jó, de mindegy, nem az elmúló fiatalságom az, ami ma reggel böki a csőről. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Na. Emlékeztek jó Tommy Boyra? Hogy nem emlékeznék? Tommy Boy? Nem. Tommy Boy, ő VV-s volt, ugye? Persze, VV szereplő igen. volt. Tommy összefutottunk. Metroszexuális srác mindig egy kis sapkákba volt. Hát Csipendél fiú igen. volt. Igen, hát azért igen. több volt, igen. Tehát hogy ő azért adott magára elég keményen. Ebben a pillanatban is, azt nem nagyon tudom, hogy most mibe utazik, de hogy összefutottunk, és nem is igazából őről akarok beszélni, csak az ő kapcsán jutott eszembe valami. Összefutottunk egy plázában, és azon kaptam magam, hogy kajálgat, meg beszélgetik meg valakivel, és valahogy nem akart leszakadni a fejéről a Bluetooth headset. Az megvan még, hogy ez még mindig ilyen Androidot játszanak az emberek, és igen. ezzel kóricálnak ezzel a Bluetooth-os headsettel egész nap.
Tehát egy nap fogadsz kb. 6 hívást, mert sokkal többet nem, és 8 órán keresztül a fejeden van, hogy ezzel te mutassad, hogy... Nem lehet, hogy a mozgó call center-es lett belőle? Igen, vagy üzemelt egy ilyen szextelefon. Ti hogy vagytok? Nem irritál benneteket, mikor leül valaki kajálni, és nem akar leroldni a fejéről a headset? Üzletemberek, hát de furán néz ki. Nem? Furán néz ki. Veszek aladok. Szerintem, igen, veszek valamit üzenni akarsz magadról. Tehát aki ezt egy ilyen headsetet ilyen státuszszimbólumnak használ, hogy a kocsiba ott van, az nem nagy baj. Tehát bármikor bejöhet, ugye? Egy fontos hívás, hát, nem? Érted. Ugye, megértem, hogy aki sokat beszél, nem teszi bele a fülébe a telefont állandóan, de amikor bemész egy étterem, és ott van a füledbe ez, az kell. Hát azért érted. Az, hogy megmosolyogsz, vagy mosolyogsz rajta egy picit. Figyelj, ha a buxból élsz, és megindul fölfel a Richter, akkor azért ott kell lenni. De miért kell a füleden hurcibálni napi 8 órában, kaja közben, miközben barátaiddal beszélgetsz, egyébként az egyik füled be van dugva, hogy rögtön tudjál reagálni. De együtt laksz a Tomi Bolyal, hogy tudod, hogy 0-24-ben benne van? Vagy ez így... Hát nem örülök, hogy így derült ki. Mert hogy egyszer rajta volt, az nem, kérdés. De hát az, hogy nem őt akarom, csak van ez, egy jelenség. Az nem lehet, hogy túl dizájnolt hallókészülék volt? Az is lehet, sokat romlott az állapot, vagy Tomi Boly! Hello, Tomi Boly! Az is lehet, hogy... Bebunka vissza se közel. Hello, Tomi Boly! Hello! Nem, de így beszélt? De attól, hogy nagy otthon nem debil. De hogy egyrészt ez, a másik az, hogy egyébként az káros, még ez most kiderült, hogyha a fejet ezt teszed a telefont, igen, akkor figyelj, most olvastam egy kutatást, amiről kiderült egyébként, hogy mobil cégek finanszírozták a kutatást, és kiderült a kutatásból, hogy a mobiltelefon nem okoz agyrákot, meg rákkeltő. Sőt, és kiderült a cikkből, hogy egyébként a kutatást mobiltelefon gyártó pénzelték. Hát objektív. Mint ahogy egyébként a legnagyobb orvosi szaklapokban, ugye az orvos publikál valamit, és kiderül, hogy a publikációja mögött egyébként egy bizonyos gyógyszerlobbi vagy gyógyszerár áll, megvették az orvost kilóra, és lepublikál nekik, hogy mint a koleszterin csökkentő gyógyszer, nem tudom mi. És kiderült, hogy nem rákkeltő. És ott volt, hogy sponsor. A kutatást egyébként finanszírozta, nem tudom, milyen mobil gyártó cég, hogy nem. Szerintem nem tudják jó, ezt egyértelműen. Nyilván jó, de halkan kérdezem, úgy, hogy ha sokat beszélsz, káros, de ugye azért csak beszéljünk a két legnemesebb szervünkről, ugye a fejem, ugye? És na, tehát hogyha a zsebembe van, érted? Tehát én azzal sem vagyok megnyugodva, ha a zsebembe káros, ha érted, mire akarok kiukadni. Elét kinyírja. Nem? Hát nem, valószínű, hogy nem tesz hát jót, persze. Nem hiszem, hogy nagyon bármilyen. De hol hordjam? Hát húzzam magam után kiskocsiba, vagy mit csinálják? De tényleg, hol hordod? A fal zsebedben, mert sorvad a seggel. Mennyire szemét vagy. De hogy érted? Tehát, hogy nincs jó megoldás, mert én megmondom őszintén, a zsebembe se sugározzon, mert érted? Tehát, hogy az kb. Egál a fejemmel, tehát, hogy ebben a pillanatban, mind méretben, mind funkcionalitásban, tehát, hogy... Nincs a dologra jó megoldás. Mindegy, a lényeg az, hogy alapvetően az egész nap viselt Bluetooth headset és ez a fajta státuszszimbólum, ez jogosan böki a csőrömet, kérem. Hármas szintű, abszolút indokolt csőrbökés. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi a király. És indokol, gyerekes, igaza van, tudjátok, hogy nem szívesen adom Isten. Meg, de valóban van, irítálja az embert egy picit, mikor valaki az étteremben 25 percig ezelőtt. Igen. Most királyosunk le. Gyerekek, nincs témád, vagy mi van? Születésnapot? Nem. Nem hiszem el. De most mennyire jó arcok. Én ezt most így elengedném, és akkor még nem jössz ki belőle rosszul. Még nincs születésnapod, és kedden meg majd bocsánatot kérünk. Jó. Barátom, jó. Nem azért húztam az időt egyébként ezzel a rengeteg mindennel, a böki a csőrömmel, a születésnapom rohadt módon meg nem köszöntésével, amit csináltok, mert nincsen valami igazán. Te aztán tudod a keveset, hosszan sorolnak. Kicsit azt hittem, hogy azért születésnapozol, mert esetleg nincs témád. De van! Hogy kezd kiégni? Te jó, te kellemetlen. Van egy nagyon nagy ellentét a világban, méghozzá állítólagosan az, hogy mi férfiak egész egyszerűen nem értjük meg a női nyelvet. Tehát a nők próbálnak hozzánk beszélni, és minden mondatnak vagy veszekedésnek az a vége, hogy de nem érted! Megvan a szituáció, amikor hogy elmondod, de hidd el kicsim, én értelek, de nem érted. De nem érted, mert én másra gondolok. Erre nyújt egy szoftver, egy varázsszoftver megoldást, elkészítették a szerelem fordítót, szerelem nyelvfordítót, ami egy program, és segít nekünk megérteni
valójában a női hogy mondatokat. Mit mond a nő, és az valójában mit jelent. Átfordítja nőről férfira na. A mondatokat, és végre megérthetjük. Mondatot megpróbál kitalálni, hogy mit mond az a valójában a nő, nem? Ja. Ez így jó. Hogy végre megérthetjük. Egy kicsit leteszteltem csak azért, mert igazából nehéz teszteni a programot, mert ugye nőről fordít férfira, de mindezt angolul, és a másik rohadtul nem beszélek angolul se. Nőnyelven se beszélek, de angolul meg rohadtul nem, tehát hogy ugye a kettőt egyben meg halmozottan nehéz letesztelni. Na. Jó. Itt van, rögtön beírtam a programba, tényleg, ez tényleg frankók egyébként, tehát itt van, meg tudom mutatni, és hogy mit adott ki. Beírtam a programba azt, hogy... De várj, próbáljuk kitalálni. Jó, nem? A párod azt mondja neked, hogy szeretlek. Uh-huh. Szeretlek. Most szeretlek, ha egy női nyelven... Szeretnék menni a Didra bankára. Jó lenne... jó lenne, ha csinálnánk együtt valami közös programot, nem? Hmm. Jó lenne, ha kicsit többet foglalkoznál velem. A körülményekhez képest egész jól áll a kapcsolatunk. A program a tökéletes megfejtésen a következőt kínálja. Ha a nő azt mondja, hogy szeretlek, akkor valójában azt gondolja, hogy én tényleg szeretlek. Én tényleg. Aha, szeretlek. Tehát, hogy várnak ők is valamit, hogy erre te is mondd, hogy erősítsd meg, hogy aha. Tehát, nem, azt van benne valami. Én tényleg szeretlek. Jó, ha egy nő azt mondja, hogy hiányzol. Tényleg hiányzol. Nem, akkor hát ez rohadt jó program letöltött. Hú, éhes vagyok, tényleg éhes vagyok. Ha a nő azt mondja, hogy hiányzol, akkor gyakorlatilag valójában arra gondol, hogy nagyon gyorsan kezdjél el foglalkozni velem. Ez jogos. Nem? Igen. Ez megvan? Jó. Most már. Kérdés, nő megkérdezi tőled, hogy hol vagy? Ez a mikor jössz már haza, mennyi igen. Idő még ideje, miért ígérted. Nem vagy már itthon, nem ezt ígérted, már fél órája itthon kéne lenned. Ez a női hol vagy, igen. Nem? Ez a körülbelül hol vagy, de ez egyébként jogos. A program erre azt mondja, 5 percet van hazaérni. Körülbelül, ez jogos. Ugye? Ezt adjuk, igen. Ha megkérdezi tőled a párod, hogy kövér vagyok, kövérnek látsz? Hát erre nincs jó válasz, mondjuk, ugye azt tudjuk. Ez a szeretném, ha megdicsérnél, nem? Több dicséretet, dicsérj egy kicsit, nem? Igen, ez a picit szerintem van rajtam felesleg, ez az igazság, de szeretném, hogy te pont az ellenkezőjét bizonygatnád. Igen, erősíts meg abban, hogy jó vagyok így, ahogy most vagyok. Mondd, hogy tökéletes vagyok, állítja a program igen. Balázs. Tehát ha amennyiben ezt a programot van ez a nem, te írtad, beszélsz a nők nyelvén ismerem a nőket, a tenyeremet úgy ismerem a nők nyelvén is. Egy suttogó vagyok. Egy igen. Női suttogó. Jó. Ez most bonyolultabb lesz, de próbáljuk meg mögé nézni. Jó. Szexet akarok. Tényleg Tényleg. Ez a nem annyira jó a szexuális életünk. Elkaphatnál többször. Gyengétségre vágyom. Három hete volt a legutóbbi, most már végre. Nem, állítólag ilyenkor a nők valójában azt gondolják, hogy kapja el, mint Patrick Swayze a Ghostban. Aha, tehát mi kapják keményen. Kapják keményen, és igen, hát pörgessük az agyagot, kenjük. Köcsögözzünk. És nagyon keményen agyagot. Igen, hát ez a nagyon kemény szex. Miközben ugye miközben egy felszínes 5 perces terve látunk volna úgy magunkban elő. Jó, nem számít a méret, pont jó. Hát lehet, ha nagyobb is. Ha ezt mondja nő, hogy kicsi, pont jó. Nem számít. A méret amúgy sem számít, egy pont jó. Azért kipróbálnánk egy nagyobbat. Nem bánnám. Ezt nagyjából oda teszem. Ez egyébként állandó vigasztalásban vagyunk egyébként, amikor, hogy tehát kicsim pont jó. Te vagy az. De nem feltételezzük, hogy esetleg tényleg pont jó? Én nem tudom. Tehát, hogy megmondom őszintén, hogy ezt... Segítségek, nem ijedjük azt, hogy tényleg pont jó. Nem. Tehát a nőnél egy pont jó, az hogy kicsit legyen nagyobb. Hát igen, ez egészen konkrétan azt jelenti, hogy még férne. Még férne. Azt mondod, hogy ezt jelenti? Igen. Masszus. Mennyire többenetesen hülye vagy. Jó, nagyjából ezeket próbáltam ki vele, mondom, csak így hirtelen próbáltam egy dolgot tesztelni, de ugyanakkor közben fölvetette bennem azt a kérdést, hogy mik azok a női kérdések, amivel nagyon nehéz, tehát mik azok a női mondatok, amivel nehéz együtt élni. Tehát például ott van az, ami a nagy-nagy kedvencem, az kicsim 5 perc is kész vagyok. Ezt megvan? Ismerem. Finom, 5 perc is kész vagyok. 5 perc is mehetünk. Az azt jelenti, hogy ha nem cseszegetsz, akkor esetleg fél óra. Így van. Ha most béké hagysz, igen, és ha most nem kérdezed meg többet, hogy mikor vagyok kész, akkor még fél óra. Ha megkérdezed minden egyes kérdésre, akkor ott rohadunk meg a nappaliba, ugye? Ez megvan? Igen. Ez a még 5 perc, ez a maradj csöndbe, és várj fél órát. Nagyjából ez a jelentés. De ennek van egy másik verziója, a kicsim jó lesz ez a ruha?
akkor ő már régen tudja, hogy nem ebbe fog jönni, de fölöltözik, kiparádézik benne, megmutatja neked, és úgy, hogy már pontosan tudja, hogy még két ruhát föl fog venni és le fog vetni, úgy még neked ezért parádézik, de tudja, hogy nem abba nem fog tudom jönni. A nőknél egyébként, ha tudják, hogy együtt, nem abba, az, a baj sosem az egy órás készüléssel van. A baj az, hogy már rég el kéne indulni, és még készül fél órát. Miért nem kezdenek el a nők előbb készülni, ha ők pontosan tudják egyébként, hogy nem készülnek el 20 percet? Ezt meg tudtátok valahol fejteni? Az a baj, hogy belekalkulálnák akkor azt az időt is. Tehát, hogy annyival többet készülnének, mint amennyivel többet te adsz rá nekik. De hát akkor még három szettel többet tudna felpróbálni. De tudják, hogy kettőre oda kell érni valahova. És fél kettőkor akarunk elindulni. Miért egy óra 10 perckor megy be a fürdőszobába készülni? Ha tudja egyébként, hogy lehetetlen, hogy 20 perc alatt elkezd délbe készülődni, kényelmesen kivassal, fölöltözi, megfűri, megcsinál haját, és fél kettőkor el tudunk indulni. A haja még nekem. Gyűlölök elkésni. Annyira gyűlölök elkésni. Hisz benne, hogyha egy 10-kor kezd, akkor kész lesz egy 30-ra. Tudjuk, hogy nem, ő valamiért hisz. De akkor nem ismerik magukat eléggé, hogy tudják, hogy nem tud egy nő 20 perc alatt elkészülni. És állsz, és rád melegszik a cucc, a gyerek ott van fölöltözve, már ültet ebben a kocsiba, megvan? Gyertek, srácok, kimegyünk a teraszra egy kicsit. Ha kimentek a kertbe, hogy a teraszra, akkor addig játszotok, visszajöttök, és még mindig nincs kész. És kijön abba a ruhába, amit elsőnek próbált fél. Igen, vagy kijön félmeztelenül, vagy bugyiba, vagy akkor most, még akkor most mindjárt gondolja, türelem. Igen, vagy nincs egy rongyom, amit fel. És megőszülsz. Vegyétek le a kabátot, mert rátok. Akkor én visszavetkőzhetem, gyerek, persze, akkor maradunk. Női kérdések, amikre nincs válasz, tehát a mire gondolsz most, kicsim? Az megvan? Mármint, hogyha nő kérdezi ezt tőled? Ülsz mellette, csak elbambultál, semmi rohadtul nem mondtál semmire. A Viki mindig baj van? Mi? Baj, ja, így van. Ugyanaz. Egy mire gondolsz? Ha még egyszer megkérdezed, hogy baj van? Mi, kapok baj egy van? SMS-t. Délután 4. Baj van? Anyám ír, hogy kész a turógóc. Baj van? Mondom, ne kérdezz meg többet, hogy baj van, mert nincs baj. Nincs baj. Este 8 órakor valaki hív, elmegy hálószobába, beszélek 5 percet, egy barátom már, kijövök, baj van? Nincs, csak beszélgettünk. Hát úgy szoktunk, nincs baj. Mi jár a fejedben? Semmi, csak magam elé nézek, rohadtul elbambultam. Mi gondolkozol? Semmi, de látom, gondolkozol. De nem, de látom. Nem. Most miért vagy idegen? Akkor baj van. Igen. Baj van. Valamit nem mondasz el? Ki írt? Valaki, nekem. Igen. Látom üzenet? Látom üzenetet jött? Azt, igen. Azt a Viki nem kérdezi, Viki csak baj van? Baj van? Baj van? Nincs. És mindjárt gondolkozom, mindjárt ezt. Rohadtul semmi! Igen, semmi nagyvérzésem volt. Csak magam elé nézett. Igen, óriási, a baj van, nagyon megy. Igen, hány, barátnőd volt előttem? Neked én engem szeretsz a legjobban? Az nálunk nincs. Nem, most nem azt mondod, az összes halott. Az összes exem halott. Miki intézkedett, de egy kicsit nincsenek exeim. Sose volt előéletem, nem voltak barátnőim. Te egyébként a legtöbb nő, nyilván szeretné egy picikét azért abban ringatni magát, hogy nem volt. Tehát, hogy most ezen elröhögünk. Hát szerintem egy érett jellem azért pontosan tudja. Tehát aki érett személyiség, pontosan tudja. Én abban a korosztályban nem keresem. Voltak exeid, voltak komoly kapcsolataid, igen. Tehát egy 30-as, 35-ös nő azért ezzel már pontosan tisztában van, hogy nő, és ha belekérdez, hogy na de ugye engem szeretsz a legjobban, ott azért ott valamit... Az mindig zavaros önértékelés, ez már nagyon nem jó. Ott akkor rendbe kell azt tenni néhány mondattal, hogy... Hogy azért szereted-e? Igen, tehát az ott komoly zavar igen, van. Igen, szerinted beleuntam a csajozásba, azért vagyok most veled, vagy mi? Jó, ez jó. A rohadt életben, ezt felírom. Igen, és ott vannak még ezek, hogy hát ugye ezek a kérdések, hogy mennyire szeretsz, meg ezek, tehát hogy ezek, mikor megy ez a állandó, ez a, hogy de ugye én jobban, nem én jobban, de ugye te jobban, nem, én jobban szeretlek, ez, tehát ott megy ez egymásra licitálás. A licitálás, igen. Tövi kicsim. Jó, csak a romantika. Hát te rohadt romantikus férfiával, te romantikus te. Helyre is teszed a későbbi beszél. Érted? Ennyi, nem akarja többet tud megkérdezni. Nem fogja megkérdezni többet. Nálatok nincsen semmi ilyen egyébként, ami... Nem, amilyen... nálunk elmúlt a szerelem már, hogy annyi felülés rán gondolsz, érted? Mi már évbe értünk, érted? Nálunk van. Mi családfenntartók, hogy nem szerelmesek. Baj van? Baj van? Üzenet jött? Mire gondolsz? Gondolkozol valami? Jó, figyeljetek, picikét próbáltam hozzátok közelebb hozni ezt a kérdést, hozzátok közelebb hozni a női nemet, hogy megértsétek, de hozzá nem nagyon lehetett Balázsát, tehát gyakorlatilag a nővé válás rögös útján vagy, ahogy a női nem ismerője vagy. A női nem nagy ismerője vagy. A női nem nagy ismerője. Visszahoznám egy picikét azt a holtából föltámasztott kérdést, miszerint megint egy évvel öregebb lett. Szép a tévé! Nem látszik rajta! Elindulós kávén? Mennyire szemetek vagytok. Na! Egy strófá. Lelkünk sötét foltjainak mosószappana te. Nem hiszem el, hogy egy nyomorúságos félsornyi verzét.
De pedig így van. Te pedig jobb helyzet. Ennyire szemetek vagy. Fél tíz múlt pontosan, 7 perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Iszonyú köd van az M5-ösön Soroktársától Szeged fel, és vértes acsa a Lovasberény között a 811-es, nem tudok ma reggel olvasni se. Igen. 811-es út lezárva, ma se, holnap se. Igen, semmit se. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Ha valamilyen szerelési munka adódik otthon, én nem vagyok annyira jó. Vannak barátaim, akik át szoktam hívni, csak nagyon sok sört fogyasztanak, hogy akkor hívhatlak, tehát most már van hozzá. Olyan vagyok, mint a sárga anyja. Eszközöd. Azt mondod, Bali, gyere, felveszem a kertésznadrágomat, mint a kisfakon, megfogom a kis föltöltött aksis kézifúromat, és egy fél órán belül ott vagyok, és elhárítom a bajt. Közben zenét is szolgáltatok. De nagy vagy. Tehát hozom a kis dokkolomat, és utána fúrok, faragok. Amikkel ott vagyok, utána elmegyek. Így van. A hangját mutasd meg. Mutatom neked. Mutatom. Ajándékba kaptam. Ja, csak nem tudom kezelni. Hallod? Hú, de jó. Na? Kihajt, behajt. Elemlámpás? Kihajt, behajt? Tök jó. Ott vagyok. Van valami? Egyelőre nincs, de keresni fogok. Már itt a stúdióban még ma délelőtt valamit találni fogok. Valamit csinálja. Ilyen, Balázs mester házhoz megy. Ott vagyok. Ki. Kis kertészgatjában. Na! Számot kiadható esetleg? Nyugodtan. Féljünk alatt. Dob fel egy hirdetést a netre. Figyeljetek. Nem mondom el. Nem? Munkát keresel? Nem, figyelj. Igen. Aj, Tibi, hát ha mondtad volna, hogy Morning Show, elénekeltük volna a boldog születés. Morning Show! Hát így nem, sajnos. Szevasz, köszönjük. Miért nem mondtad? Nem számítottál rá? Megmondom, hogy nem számítottam rá. Arra számítottam, hogy megbánjátok. Tehát arra számítottam, hogy ez bánt benneteket, mert alapvetően jó emberek vagytok. De azt hittem, hogy tehát arra nem számítottam, hogy ennyire hamar megjön a jó szívetek. Na, egy verszakot. Ciao! Csákomakom! Szia! Gyerekek, ez korrekt. Ha most bemondta volna, elénekeljük neki. Ugye? Ezt megbeszéltük itt egyébként így hárman, de itt nem mondta. Én ebben az egészben azt nem értem egyébként, hogy ennyi esélyt kap, és egyikkel se tud élni. Hihetetlen. Most szólna a dal. Hány magas labdát kell kapjon ez a srác, hogy egyszer le tudjon csapni egyet? Hihetetlen. Komolyan mondom, nem értem. Na mindegy. Csabikám. Kit hívtatok? Ja, az a legjobb, igen. Ki volt ő? Csabikám, remek zenéid lesznek ma is? Hozom nektek azt a hölgyet, aki Egyiptomban született, már 16 évesen sztár volt Magyarországon, aztán kicsit másképp alakult az élete, és Angliába ment pincérnősködni, de szerintem most visszatért. Most rátalált a saját útjára, most itt van. És én bízom benne, hogy még nagyon sok jó slágert hoz nekünk. Lejle az arab démon. Nem, a Mohamed Fatimáról van szó, akinek a Gitano vagy Zsitano írt egy nagyon jó kis dalt, ez a Ragyog a szívem, ezt hozom. Jó, ez kéne, ez pont ilyen napsütésre való vezetős. Szerintem az mindig jó. Ez a dal, ez mindig jó. Igen. 555 55 00, ez a telefonszám, itt lehet Csabitól dalt kérni, jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao.